6 óra 8 perc van pontosan, hát mi más? Jó reggelt mindenkinek, szevasztok! Drága hallgatók, Erő Laci! Jó reggelt, sziasztok! Gyuri, nagyon jó a pulcsi! Jó reggelt, egymáshoz sziasztok. Öltöztünk majdnem színben. Teljesen ezt néztem én is, hogy ez most nagyon, nagyon vidám szín mindkettőnk, ilyen türkiszkékes valami, ugye? Hát szerintem ezt úgy hívják a divat világában, hogy menta? Így van, pontosan. Tényleg, igazad. Mentában vagyunk, Gyuri. Jó reggelt. Jó reggelt, köszönöm az infót. Hello, Anett, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Sziasztok. De Anett, ma nem dolgoztál sokat, mi volt? De ez dolgoztam. A te papírod, ez szűk, ez tömör. Tudom, de sajnos ennyit tartogatott a nagy világ, a múltból. A múltból? Meg az időjárás jelentés is olyan. Nem lett ez túl költve. Azért nem, mert nem tudok újat mondani, hiszen az egész hét olyan egy síkú lesz. Komolyan. 3,5 év után eljött, de én már nem tudok újat mondani. Én tudok újat mondani, gyerekek, nem új, nem, az enyém is régi. Gyakorlatilag sikerült a 6. felnitörésem ezeken a gyönyörű magyar utakon, ami tényleg felháborító. Tehát, hogy ebben az országban nincs jogod egy olyan autót vezetni, aminek nem ilyen nagy párnák a gumiai, hanem egy picit, hogy is mondjam, vékonyabbak, hogy a fene tudja mi ez. Nem is értek hozzá egyébként, ez volt. De ugye lecseréltem már az AMG-ket egy még strapabíróbb saját költségen egyébként, BBS felnikre, és abból sikerült egyet hazavágni. Úgy, hogy kerülgetem, lassan megyek, kerülgetem a kátyukat, nem tudod. Most már az M1-es, M7-es bevezetőn is van kátyuk. Ne. De. Autópályán. Autópályán. Tehát, hogy ez annyira felháborító, hogy így szórakoznak emberek vagyonával, és most magamat sajnálom a legkevésbé, hanem azokat, akiknek tényleg fejtörést okoz, hogy mit csináljon egy defektel, mit csináljon egy alvázzal, mit csináljon egy futóművel, mit csináljon egy repet felnivel. Elképesztő. Csak azért, mert Rácz Jenő is ugye pár héttel ezelőtt szintén panaszolta ezt, és ez egyre rosszabb, egyre több szar út van, és senki nem csinál semmit. Még az sincs, hogy körbe festették volna neonizé, vagy már megnyugodjak, hogy ó, már mindjárt jönnek, hogy akkor se jönnek. Igen. Hogy észrevették, akkor se jönnek. Nem, semmi. És persze. Akkor majd talán májusban egy pár aszfalt, vödör aszfaltot bele nyomnak. Ez esküszöm, hogy ilyen nincs még egy. Tehát, hogy én nem tudom, persze nem járok tőlünk balkánabbra, nem érdekel, de nem szeretnék oda tartozni. Hát azért teszem hozzá itt a fővárosban, a környékén, szerintem ezek az utak, ami szerencsések vagyunk. Én hétvégén voltam ilyen 4 számjegyű, meg 5 számjegyű úton, gyerekek, hát az vitt. Igen, és akkor itt van az, hogy soha nem vennék magamnak terepjárót, de ilyenkor tényleg az van, hogy jaj, de jó lenne, ha lenne egy. Igen, lassan ott tartunk, hogy úgy tud terepjáróval közlekedni normálisan. Igen, én mindig megveszem az autó miatt, sohasem kuncsorgok szponzorautókért, de könnyen lehet, hogy eljött. Kedves papasz, kedves hovány, adjatok egy terepjárót, visszaadom. Az első felnitörésnél visszaadom. Adjatok egy rohadt terepjárót, visszaadom, ha befoltozzák a kátyukat. Erre a kis időre. Csak arra kis, erre a kis időre, igen. Költsibe. Nem, aztán nem kell, csak... Persze, utána el tudjátok adni. Nem gond, csak... Na mindegy, szóval ez elképesztő. Jó, SMS-ek. Hello, SMS-ek. Sziasztok. Sziasztok, SMS-ek. Imádom őket, mondtad? Szeretem őket. Mert reggel ez beindul egy pici párbeszéd, és mindig ugyanazokkal kelünk, ugyanazokkal igen. Ébredünk, mint otthon a családban. Na, azt mondja, főni tegnap óta foglalkoztat a kérdés, és hogy Jeremy? A képzeletbeli kutyád, ő volt. Igen, aki ugye már tudjuk, hogy keverék, ülve vagy állva végzi a dolgát, Dobre Morgan Togyó. Hát amikor mi beszélgetünk kutyákról, ez az a sztori? Szerintem igen. A félig férfi, félig nő kutya, igen. Anett, nem tudom, milyen nemű a kutyám Jeremy. Azt tudom, hogy keverék. Szerintem kisfiú. Szerinted miért? Mit láttál? A Jeremy névből. Tehát a Jeremy-t azt kapta, hát a makrélámat is úgy hívtam. Meghozzád érik? Bár és az ülve pisilt. Azt, ha ülve pisil, akkor nem tudom, hogy pisil. Megnéznéd? De úgy nézem a te kutyának. Nézem én az enyémeket. Gyere, vizsgáld meg, hogy kell, tanítsd meg a bocsit, hogy kell megvizsgálni. Hogy kell megnézni, hogy fiú vagy lánya Jeremy. Tudom, hogy mit akarsz kihúzni. Nem állok be a sorba, ma reggel kedv van, és ma észnél vagyok. Ma vigyázzon magadra, oké. Okay. Akkor mi van még? Halleluja és vej, ez egy sima teszt SMS, csak kíváncsi vagyok. Éle 4.32-kor az SMS fal, még a Melissa fürdő előtt ből üzeni a Blitz Peti. Hát működik ez, hát persze, az SMS-ek nem vesznek el, csak hogyha itt a rendszer lefagy, de ez a rendszer, ez sokféle
helyen lefagy. Igen. De most ez mázli, megmarad. Megmarad. Buenos Morgenke, szinte látom, hogy odafent Márta néni és a jó Depárgyő és Afrika nem hazudik négy sütizgetnek, és ki nem fogynak a sztorikból, Csibés, aki málna szájú is. Hát igen, Csibés, köszönjük. Jó reggelt, hálás vagyok nektek minden reggelért, amit tőletek kapunk, mert sokat hozzátesztek az életünkhöz, a tegnapi műsor Voga Rovat ismét megmutatta, hogy mennyire fantasztikus egy társaság voltok. Fati, köszönjük, Fati. Morning tegnap adásban a Márta néni megemlékezésénél az én torkomban is megjelent a gombóc, de hogy véget ért a műsor, Márta néni beköszönésével, elköszönésével, bevallom, a könny is megjelent. Szép napot, Gyógyszeres Tamás. Kellemes kedd reggelt a csapatnak, lélekbe markoló volt a tegnapi befejezés, Joe a zsaru, illetve Gabi bátyám, jó reggelt, lehet, hogy egy kicsit korai, de nem bírtam tovább. Tegnap a téli kertből kihortam a teraszra a napágyakat, kerti bútorokat, a kis rádiót és egy plédet. Mától a reggeli kávémat zapkekszel, itt fogyasztom, 6 óra 8 perckor, ha nem esik, a McLarenes. Nagyon jó. Jól csinálod. Jó döntés. Hát fú, 7 fokokban már. De jó, hogy mondod McLarenes, mert nekem meg föl kéne hívnom azt a hölgyet, aki varja olykor, amikor elromlik, vagy mi, a húzatokat a kerti bútor párnájára, újakat kell varatnom. Te jó ezeket hallani, tavaszodik, ez azt jelenti, hogy közel járunk. A fejembe tavaszodik. Sajnos lehet. Igen, máshol még nem tavaszodik. Szóval, emlékeztessetek már erre, hogy írjak neki, vagy hívjam. Én most fölírom, ja, de valahova, hogy a végén. Hát ez nekünk is érdekünk, hiszen akkor lesz az első tavasznyitó kerti párti, hogyha készen vannak a bútorok. Szóval, és új húzat is lesz, vagy marad az a szín? Nem, új szint akarok. Ó, de jó. Valami lehet, hogy van egy türkiszkéket, vagy valami, és attól függ, mi van. Igen, csak szeretek ilyen vízlepergetős anyagból, mert ez ilyen beszívja az egészet, és bepálik, meg nem tudom, és akkor... Igen. De tényleg így van, és vannak már nagyon-nagyon jó vízlepergető anyagok, és azt majd akarom kérdezni tőle. Szóval emlékeztessetek, alumínium, a ti érdeketek. Igen. Mit alumíniumozol? Az például vízlepergető. De tényleg a szellemesség zacskódat csukmál be. Oké, okay, rendben van. Vagy nyisd ki, az igazit. Az igazit nyisd ki. Na. Becsuktam. Köszi, figyú. Laci, neked mondom, jó? Napsütéses lesz ez a kedd. Köszönöm. De azért öltözzünk melegen. Állítólag 10 fok körül lesz a csúcs, zápor, zivatar csak a keleti ország részben valószínű, ott még a szél is aktívabb lesz. Hasonló idővel számoljunk a héten. Én nem tudok újat mondani, mert hogy folyamatosan néztem többi időjárás portált, és... Ugyanezt mondják. És mindenki, tehát csak nem hazudnak. Ja, de ez nem hazugság, amit ők művelnek, tévedés. Ez egy permanens tévedés, egy amióta létezik ez a műfaj. Ella és Linda névnap van. Bocsánat. Mi van Lindukánkkal? Én nem tudok róla, múltkor beugrott, akkor beszélt veletek pár szót. Hát ez jó múltkor volt az is. Hát egy fél éve. De milyen a teste most? Figyelj, ő nagyon azt jól tud fotózni. Anette. Na jó, ma van a farsang utolsó napja. Ki farsangozott eddig egyébként? Nekem farsang az egész február. Az egész február. Az egész élet. Igen, de vannak nagyon farsangos országok. Németország nagyon farsangos, Brazília nagyon farsangos. Mi is az azért? Németország olaszok is. Igen. Hm? Németország farsangos. Nagyon. Tényleg. Isten hozott. Nem gondoltam volna. Köln és Mainz, a két farsang főváros. Sőt, most volt teljesen meg vannak őrülve. Most volt Kölnben a farsangi fesztivál, nem valami ilyesmi? Hát minden volt. Évben van. Aha, Köln karnevál, és Mainz, a két nagy, hát a karnevál, igen, az a két nagy farsang karnevál főváros. Abszolút, nagyon komolyan veszik. Ma van a palacsinta világnapja, jó? Igen, hát ez fontos. Én szeretem. Én is, mindenki szereti a palacsintát. Egy palacsintában egész jók vagyunk. Én ezt az amerikai palacsintát bevallom, nem nagyon szeretem. Ez a francia crepe, ami ugye leginkább hasonlít a miénkre, és a miénk szerintem az zseniális, az összes többi az... Hát az amerikai palacsinta sokkal kevésbé macerás megcsinálni, szerintem. Hát lehet, de az egy kis szivacsos, kis szivacsos valami, nekem nem, nem? Igen. A mi palacsinták jó, bele a Nutella, gyerekek, annál nincs jobb. A palacsinta és a Nutella házassága a mennybe köttetett. Ez pólóra. De ez tényleg így van, van annál jobb kaja? Nincs. Bármiről le tudsz mondani, hogyha egy nutellás palacsinta van előtted. Igen, vagy bárminek a végén jó egy nutellás palacsinta. Hát igen, iszonyat kalóriabomba, szó se róla, de nálunk, amikor a Nóri azt mondja, hogy apa, csinálj palacsintát, 10 perc múlva együtt már toljuk ezeket a csöveket a szánkba, érted, és ilyen nutellás a fejünk. Na, 1917-ben ezen a napon kémkedés vágyával tartóztatták le Mataharit Párizsban. Szégyen.
Milyen szempontból? Semmi, nem. Nekem, tehát ez a kémnő, nekem olyan tök jó, tök sok filmet láttam. Nagy kémnős vagy, szereted? Igen. Én bírom a kémnőket. Igen. Igen, hát a Vörös Csibe, vagy hogy hívják? Vörös Veréb. Ja, igen. Az mondjuk már valóban az én kedvencem. Valószínűleg te kedvencedet így becézgetted, még nézted a filmet. Vigyázz, te Vörös Csibe, ott jön hátul. Búj fedezékbe, eltalál. Hát az fantasztikus film. Ne bántsd a Csibémet, menj onnan. Drága Jennifer Lawrence, hát most mit gúnyolódsz? Tudom én, hogy ki a te Csibét. De nem az a lényeg, hogy félremondtam a madarat, hanem az a lényeg, hogy ez egy jó film. Igen. És hogy az ilyen volt a kémek élete. Az tényleg egy jó filmje, igen. Az az. Most tudom, mire célzol. Aki nem látta, keresse rá, Vörös Csibe. 97 perc. 74 éves ma Peter Gabriel és 50 éves Robbie Williams. Kű. Ünnepelnek a Szigetországban. Nagy vagy. A két lábúak. Lála van a humorzacskó. Igen. Lottad a Laci zacskóját? Van már saját. Na, Gyuri megnézte Pápát. Pápa most 5 fokos, 10 fok lesz ott és napsütés. Baja 6 fokos, ott is 10 lesz a max és napsütés. Calgary mínusz 12, mínusz 4 lesz csak a csúcs. Ott de napsütéssel. Gyöngyös 5 fokos, 9 lesz napsütés. Budapest már 7 fokos és 12 lesz a csúcs. És itt is sütni fog a nap. Nagyon jó. Oké, nézzük meg a témáinkat. Tegnap emlékeztek arra, gondolom, hogy kértük a hallgatóinkat, hogy ma lesz egy olyan témánk, amiben mindenképpen szükségünk lesz rájuk, szülőkre, és olyan szülő jelentkezzen, aki nagyon ellenzi azt, hogy a gyerek, a kisgyerek már korán kapjon mobiltelefont, és olyan szülő is jelentkezzen, aki azt mondja, hogy teljesen jó dolog a mobiltelefon, ezzel tanulja meg, miről szól a világ, ezt meg tudja kezelni, stb. Persze. És a későbbiekben ez nagyon fontos számára, illetve ugye nyilván szórakozás, meg mindenféle más szempontból is, akár biztonsági szempontból is fontos a mobiltelefon. Tehát két álláspont. Igen, de hogy mi ez a korán? Korán ne kapjon a gyerek telefont. Mikor van az időben? 10 évesen? 13? 16? Ez egy jó kérdés. Az előbb kaptam egy SMS, csak véletlenül kitöröltem a mobiltelefonokról. Valaki, egy anyuka írt, azt hiszem anyuka, hogy az ő osztályukban ez hogy van, csináltak egy felmérést. Ez küld már el, Léci, még egyszer. Uh-huh. Jó? De igen, ez a nagy kérdés, mert nyilvánvalóan mindenkinek van aggája a mobiltelefonon, olyan tartalmak tudják a gyerekeinket utolérni, amelyek nem kívánatosok, a gyerekek nyilván ezt titkolják, de azért tényleg komoly károkat tud okozni. Ugyanakkor lehet-e a mai világban élni mobiltelefon nélkül? Uh-huh. Amikor a gyerek nagyon sokszor külön mozog a szüleitől, tehát jó tudni, hogy merre van, hát igen, mikor érkezik. Ott vannak a tanulás dolgok, az iskolai ügyek, esetleg a kis csoportok, amikben kommunikálnak, uh-huh. Szóval játékok. Igen, de kisgyereknél is, hát azért nagyon sokszor látok, és bevallom, én nem ítélem el azt a szülőt, aki ha egy étteremben ott van, a etetőszékben ül a gyerek, és mit tudom én, csapkodja a villával a spenótot, és odaadják neki a mobiltelefon, és azon nézhet valami animációs nyugtatót, az tök oké, okay, a kocsiban, stb. Tehát hogy az, hogy a gyerek nagyon korán találkozik a mobiltelefonnal, ez elkerülhetetlen, gondolom én. Csak kérdés, igen. Hogy van-e visszaút? Tehát, hogy amikor nincs. Valami olyan... Nyugodj, elárulom, nincs. Tehát nézd meg a lányomat. Egyszer odaadtad a kezébe, onnantól végig. Nincs visszaút, nem adja vissza. Sőt, ha visszaadja, de sajátot követel. Nem, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés azért, mert itt a Mirrorban olvastunk egy cikket, hogy egy anyuka egyébként nagyon alaposan megindokolta, hogy ő a 9 éves kisfiának, aki teljesen ki fog készülni, mert most szeretne mobiltelefont, nem fog adni mobiltelefont, hatodik haszakad. 16 éves koráig? Ezt így eldöntötte. Igen. Hát az nagyon durva, az még 7 év telefon nélkül, úgyhogy már most akar a gyerek 9 éves. Így van. És a Gyuri ezt hogy élné meg, amikor ő már nagyon korán kapott mobiltelefon, csak kivették a SIM-kártyát a szülei belőle. Hogy... Köszönöm, miért nem hív senki? Igen, senki nem hívta, a Gyuri pedig mindenkinek megadta a számát. Egy barátom se csörög a lelkükre kötöttem, hogy délután hívjanak fel. Sem. Na, innen ez a lelki defekt egyébként. Többek között. De erről beszéljünk, és találtál ugye két szülőt? Igen, találtam két szülőt, akikkel beszélgetni fogunk. Két külön elkülönülő elképzelés van, aki nagyon határozottan mondja azt, hogy legalább 15 éves koráig a gyereknek nem lesz telefon, aha, ez biztos. És van, aki azt mondja, hogy 6-8 éves gyerekénél is már működik, és hogy ők ezt kézben tudják tartani, és hogy megvannak ennek az előnyei bőven, és nem érzik annyira hátránynak. Igen, nálad, Laci?
Tehát nálatok, mikor, mikor osztottatok? Gondolom, hogy osztottatok mobiltelefon? Van mind a kettőnek, a kisebbik ugye 15, és neki is szerintem 3 éve van telefon. 3 éve már van. Ők kérték, vagy nektek volt egy ilyen határidő, hogy na nem, most? Egyáltalán nem volt döntés, de amikor elkezdtek mondjuk külön mozogni, nekünk inkább biztonsági szempontból volt fontos. Elkezdtek a városban külön közlekedni tőlünk, akkor már azt éreztük, hogy kell. Az egy óriási para. Na jó, szóval erről fog majd két szülőt bevonva, az egyik pró, a másik kontra, hogy a gyereknek mobiltelefont adni jó dolog-e vagy sem. Én úgy vagyok vele, hogy nem jó dolog, de elkerülhetetlen. Tehát hát kell. Ezt élik mondani, hogy nem jó dolog. Nem, azért nem jó dolog, bár az én lányom, hál' Istennek, rengeteget olvas könyvet. Tehát elképesztő. Tehát több könyve van, mint nekem. Ez nem mond semmit, persze. Mert a Gordon Ramsay, Jamie Oliver könyvek mellett nincs már más. Igen. Egy hétvége alatt túlszárnyalt apát. Tegnap láttam, hogy van egy Thomas Mannom is, Gordon Ramsay. Gyorsan oda tetted. A legnagyobb. Howard Stern, Thomas Mann, Gordon Ramsay. Próbálsz versenyezni a lányod, ami? Nem találtam, egy még egy Gordon Ramsay-t, ezt is ide rakom. Egyébként steakben jobb a Ramsay, mint a Thomas Mann. Nem tudom, Thomas Mann milyen volt steakben. Ne próbáld ki. Na mindegy is. Szóval, igen, nem, hát látom, hogy állandóan ott van a kezében, és állandóan, de azt se tudom, mit néz rá, de most már olyan fólia van rajta, hogy oldalra ránéz, ezek fekete. Aha, tehát muszáj kivenni a kezéből. Nem, én bízom benne, nem tudok más tenni, ez a legjobb, amit tehetek, hogy bízom benne. Ilyen szempontból se rossz nevelő eszköz, mert ha a bizalmat tudja erősíteni szülő és gyerek között, akkor például arra jó. Na jó, meglátjuk, hogy mit mondanak erre a szülők, meglátjuk, hogy mit mondanak amúgy a hallgatók. Ez az egyik, a másik témánk pedig, hát miután most ugye született első fokon ítélet a fenyőgyilkosság ügyében, ezért gondoltuk, hogy beszéljük már erről. 26 éve, majdnem napra pontosan 26 éve lőtték le Fenyő János média mogult a Margit körútnál, és hát akkor az egy totál káosz volt. Senki nem tudta, miért lőtték le, jó, nem, sokan nem szerették, de hát... Ja, de akkor is azért az erős volt, hogy a nyílt utcán, tehát az akkor is sokkolta a közvéleményt, és ha belegondolsz, a mai napig azért ez egy sokkoló esemény, hogy Budán egy forgalmas helyen egy ilyen dolog történik, és hogy miért? Mint egy maffia leszámolás Kolumbiában. Igen, tehát ez olyan abszolút volt. Ugyanakkor a 90-es években én legalábbis amennyit olvastam ezekről a dolgokról, hogyha valahol volt pénz, ott abban az időszakban azért az alvilág is nagyon ott mozgott, és akkor ez egy idő után... felütötte a fejét ez a probléma. Hogy sokkal jobban, mint igen, csak az volt érdekes ebben, hogy ő nem volt egy maffia főnök, és nem a maffiának tipikus dolgaival foglalatoskodott, mint prostitúció, drog, fegyver, embercsempészet, mit tudom én, tehát hogy nem ezek a dolgok, hanem ő a médiából szerzett magának egyrészt pénzt, másrészt ellenségeket. És jó, mindenki tudja az eredményt. Ugye Portikot elítérték életfogytiglanra, és Gyárfás Tamást, és innen érdekesebb a dolog, Gyárfás Tamást, aki szintén média vezér volt, meg 7 év fegyházra. És végegyszer visszatérve arra, hogy annak idején egy totál káosz volt ennek a nyomozása. Tehát ott volt, láttam Doszpot Pétert a helyszínen, meg volt haja, és amúgy egy szétlőtt Mercedes. Nagyjából ez volt a kép, ami megmaradt. Igen, találtak aztán némi ruhát, utána rá egy hónappal talán, vagy kicsivel többen megtaláltak az autót, amivel elkövették, szóval, hogy ezekből próbáltak nyomokat gyűjteni, de iszonyatosan lassan ment a dolog. Igen, és ma beszélünk Kovács Lajos nyugalmazott rendőr ezredessel, az ORFK döglött ügyek osztályának egykori vezetőjével, aki rengeteget nyomozott ebben az ügyben. Ő gyakorlatilag minden információ birtokában volt, és nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy most, hogy ítélet született, hogy ez a három név, József Rohács, ugye, igen, mint a mocskos munkát elvégző ember, a gyilkos, a felbújtó Portik, a bűnsegéd, ugye ez volt a... Gyárfás, hogy ez a három név, ez... nála is ott szerepelte, amikor ők nyomoztak. Összeállt-e nagyjából így a mozaik, csak nem volt elég bizonyíték? Mit szól ő maga ehhez az ítélethez, vagy vannak még kérdőjelek ebben az ügyben, amit el szeretne mondani?
Ez nagyon vagy érdekes, ezzel tényleg lezárult az ügy? Hogy, hát ez az, hogy 26 év eltelt, ugye, és ebből azt hiszem 6 év volt talán a tárgyalásos szakasz, tehát hogy itt azért a nyomozás, hogy nem tudom meg, hogy ő a döglött ügyeknél volt, én most csak ezen kezdtem meg gondolkodni, ez az ügy volt, amikor ez így úgy volt, hogy nem lesz megoldva, és aztán mégis először. Szerintem van egy idő, amikor lezárják, és döglött ügyként ott van, mint akta, és nyilván csak akkor veszik elő, ha véletlenül valami adódik, de nyomozás aktívan nem történik. Gondolom én, nem tudom, hogy így van. De ezt megbeszéljük Kovács Lajosról, aki ugye az ügyön dolgozott. Ő is, Doszpot Péter is, tehát ő abszolút képben van. De tényleg kíváncsi vagyok, hogy a mostani ítélettel kapcsolatban neki milyen érzései vannak. Jó, Horthy Gábor, futball téma, nagyon vicces, a brit sajtót bejárta, hogy jönnek a kék lapok a fociban. Nem tudom, mire valók, a sárgát meg a pirosat ismerem, amúgy zöld lenne a helyes. Igen, fogja részletezni a Gábor, de nagyjából annyit lelőhetek, hogy az enyhébb büntetésekre szerették volna, vagy szeretnék esetleg, ez még kérdés. Tehát mit tudom én, ilyen színészkedés adott esetben, vagy időhúzás, ilyesmi. De az enyhébb lenne, mint a sárga? Hát igazából igen, tehát más stílusú lenne, mint a sárga. Igen, sárga a szabálytalanságnál az van, nem? Utána jön a piros, hogyha folytatja a tevékenységet az illető. Hogyha meg ilyen színészkedése van, az tök jó. Tehát, de mindenket kék lapot akkor gyűjtetek, amelyet akarok. Hát itt van, 8 kék lap után Oscar. És majd elmondja Gábor azt is, hogy milyen más szabályötletek merültek már fel az elmúlt években, amiket aztán nem vezettek be, de hogy lehet, hogy egyikük másikuk hasznos lenne. Hát ugye emlékezzünk, Buffon volt az, aki azt mondja, hogy meg kéne picit, ki kéne rugdosni a kapának. Most, hogy visszavonult, jó lenne, most már nagyobb lenne a kapu. Nagyon lenne a kapu, én már nem dolgozom. Hadd nézem a mai srácokat. Horthy Gáborral erről, és most jöjjenek a tegnapi nap legjobb pillanatai, és hát ez maga a születésnapi köszöntő volt. Ma mi nyűgöz le, Laci? És 3-7 elmúlt, 4 perccel, ha jól látom. Na, üzenik, hogy peres gumibocsi. Igen, tudom, azt így hívják, peres, így van. Bocskor, teljesen igazad van a kátyúkkal kapcsolatban. Sziasztok, bocsi, van egy ML Mercin, vihetett Zöldséges Zsolt. Aj, de kedves vagy. Sziasztok, tegnap a Viszlát után bent a cégnél vigyázálásban együtt énekeltem veletek. Isten vele, Márta néni, Brandenburgból üzeni a 44-es. És akkor itt már jönnek a telefontémákra az SMS-ek, ezeket meg is tartom, mert nem sokára ez lesz, gyereknek telefon, de Laci, te mit találtál? Ó, egy olyan helyes történetet mesélt el Király Linda. 13 évvel ezelőtt ő találkozott Whitney Houstonnal. Los Angelesben, képzeld, a barátnőjével, ott dolgozott a szállodában a barátnője, és elment oda, hogy nem tudom, stúdióztak valami, volt ott valami szerződése a Lindának, és akkor egy kicsit lazulnak. És akkor ebbe a bárba megérkezett Whitney Houston a barátnőjének, meg hát volt hozzá lélek jelenléte, és oda ment a Whitney Houstonhoz, valamit beszélgettek, néztek Linda felé, Whitney Houston odaintette Király Lindát. És mellé jött, és azt mondja a Linda, hogy végig fogta a kezemet, amíg tanácsokat adott, és azt mondta, hogy valami dal megszólalt a rádióban, és akkor elkezdett énekelni, és mondta, hogy énekeljek vele én is. Annyira helyes történet, nekem ez annyira tetszik, azért nagy pillanat, amikor énekes nőként, vagy szóval a szakmájában találkozol valakivel, aki hát kérdés nélkül legenda. Hát, persze. És azt csináljátok, ami a szakmát, hogy együtt énekelni. Nyilván, csodálkozom, csak most mondta el. Igen, én is ez nagyon nagy sztori. Ez tényleg egy nagyon nagy sztori. Ez olyan, mint hogyha egy egerszalóki szállodában a hatházi megfogná a kezed, és együtt mesélnétek vicceket. Egyébként igen. Teljesen olyan. Abszolút. Gyerek ide, Laci. Na jól van, akkor én kezdem, jó? Jó. Én elkezdem a viccet, és te befejezed, jó? Tehát Arisztidés Tasziló, na mi a vége? Őrjünk egész egerszalók. És akkor nem, hát ebbe pont ez a jó, hogy te a nem tudom, esetleg példaképpel vagy ikonnal együtt ülsz, és akkor történnek ilyen dolgok. Ez nagy dolog. Nagyon nagy dolog. De neked is volt ilyen. Hát sokat mesélted, hogy egy amerikai talk show sztár megölelt téged egyszer, ugye? Úgy, azt a mai napig nem hiszem el, de az nem ilyen pillanat igazából, de az nagy pillanat volt nekem, amikor a Conan O'Briennél elmentem tévéfelvételre. És a bemelegítésnél kijött, és akkor szólt a zene, és mondta, hogy akkor ő táncolni akar, és rám mutatott valamit. Veled akar táncolni. És velem akar táncolni. És úgy voltam vele, hogy itt vagyunk New Yorkban, itt körülnéztem a nézőtéren, senki nem ismer, és hát úgy táncoltam, mint egy hülye. Hát az még itt van zsere, ne ciki. Nem. Hát, Conan O'Briennél táncolsz, vagy volt, tehát ezek azért nagy Fábrival. Hát nem, csak tudod, ilyenkor az ember úgy mégis zavarban van, hát azért egy, na, ott egy világsztár, és akkor azt mondta, hogy meg, úgy érzem, hogy meg kell, hogy öleljelek. Na, ez egy tök jó történet. Ez egy nagyon jó történet. Így történt, akkor tök jó. Igen, nekem egy, ez így történt. Nem, a Lindáira mondom. A Lindáira mondom. Ja, értem. Én is, a Lindáira mondom. 40 éves a Bon Jovi.
most volt 23-ban, hogy 40 éves lett a zenekar, és most először beszélt ugye a hangszál problémáiról, amiről már lehetett tudni, meg lehetett hallani, de most abszolút elmondta, hogy beültettek egy valami műanyag, mert hogy az egyik hangszál az teljesen, azt mondja, elsorvat. Elsorvat, igen. Láttam az interjút. Láttad ezt az interjút, és beépítettek valami műanyag cuccot, mondta, hogy talált Philadelphiában egy nagyon jó orvost, és hogy itt tök kétséges, mert hogy új album van, de hogy mennek-e turnézni, és Thank You, Goodbye címmel egy 4 részes dokumentumfilm készült róluk. De hol adják? Mert, Hulu. Hulu. Mi ez a Hulu? Hulu az egy streaming szolgáltató az Egyesült Államokban. Nem, mint a többi igazából, igen, csak egy nálunk nincs. De tudod, ezt majd szedni nekem, Lacika, a polcról. Fönn van a legfelső polcon, onnan, szed le nekem, jó? Még talán ma este is lezom. Köszönöm. Ez nagyon érdekel, én nagyon-nagyon szeretem őt. Hihetetlen figura, és az a pálya, az önazonos pálya, amit ő bejárt, abszolút példaértékű, az a humanitárius koncepció, amit a feleségével kitaláltak, példaértékű. Iszonyatosan sajnáltam, amikor elment a hangja. Láttam YouTube-on olyan koncertfelvételeket, ahol tényleg zéró hanggal indult, és kellett végtolni egy koncertet. Azért a Shut Through the Heart, and Your to Blame-et elénekelni zéró hanggal, az kínos. És végtolta, akkor nagyon-nagyon sajnáltam. Mindenki erről beszélt, ő nyilván nem nyilvánult meg. Az, hogy sikerült a hangszállak, nem tudom, azt van, hogy bevonták valami műanyaggal, vagy ilyesmi, az egyik hangszálát a kettő közül. Mert valami, én is láttam ezt az interjút, én nagyon drukkolok neki, egy nagyon-nagyon szimpatikus pasi. Abszolút. Tényleg. És még Tápai Szabináról van egy hír, mert hogy őt fotózták, hogy valami gyűrű van a kezén. És hogy már informátorok azt mondják, hogy hát most már így Kucsera Gábor után most talán megint rátalált a szerelem, nem szingli, stb. És így kérdezte az újság, hogy akkor hát, hogy Valentin napon akkor esetleg egy eljegyzés, vagy valami. És így gondolkodtam rajta, hogy ez a Valentin napot összekötni az eljegyzése, eleve én ezt, hogy eljegyzésből ügyet csinálni, tehát az egy egyszerű megbeszélés. Tehát, hogy megtörténik, gyűrű, nem igazad tudom. Mert hogy holnap van Valentin nap, tehát hogyha valaki érzi magában a kraftot, hogy ezt most össze kell kötni. Ez a legveszélyesebb két időszak. A karácsony és a Valentin nap, amikor hullanak a közösségi médiában ezek a képek. Tehát ilyenkor potyognak rád a gyűrűk, kezek, boldogság. És szívecske. Senki nem tanul belőle. Tehát, hogyha nekem egyszer, de tényleg, ha nekem egyszer megkérik a kezem, akkor most üzenem. Tehát az ne Valentin nap, ne születésnap, ne karácsonykor legyen. Logikus egyébként. Teljesen, de meglepetés legyen, vagy megbeszél? Tehát a Laci azt mondja, ezt egy konyha, aztán meg lehet beszélni. De nyilván tudja azt az ember, tehát, hogy folyik volna. Nem. Te mit szeretnél, hogy meglepjen vele az illető, vagy azért dumáljatok erről, hogy ennek mi legyen a módja, az időpontja, stb. Tehát az időpont nem, az legyen meglepetés, amikor ő úgy érzi, hogy igen, meg akarja kérni a kezem, de hát azért előtte nyilván beszél az ember róla, mert szeretném, hogy ne meglepetésként érjen, hogy milyen. Legyen meglepetés, csak ne érjen meglepetésként? Nem, a gyűrű ne legyen meglepetés. Ja, tehát a gyűrű formája és anyaga, igen, és minősége, igen, ne legyen meglepetés, amúgy legyen meglepetés. Amúgy legyen meglepetés, igen. Nem lehet azt, hogy picit rosszul gondolkozol? Tehát, hogy ez nem a gyűrűről szól. De ez nem egy ékszer bőrze, ahol te kiválasztasz valamit, hanem ez egy ígéret arra, hogy el foglak venni feleségül. Ezt érted, ezt a funkciót? Azt értem, jó, de hát ez a gyűrű mondjon, amit akar, csak szép legyen a gyűrű. Ez a házasságok még most nem is foglalkoztat, hanem az a gyűrű. De akkor miért nem egyszerűen gyűrűvásárlásnak hívjuk ezt, és nem eljegyzésnek? Hát hívhatjuk annak is. Értelek. Nézd, én tudom, hogy én milyen gyűrűt szeretnék. Hát ezt nem hiszem el. De most ki is néztél egyet. De próbáltam vele megérteni, az eljegyzés miről szól. Igen. Nem, ez egy gyűrűvásárlás. Igen. Nagyon szeretlek. Nem akarlak felhúzni, mert tök jó kedved van, és nem akarlak Szerintem mentsük ki, mert a Csabi hallgatja, szerintem most megint eltoljuk nem, évekkel. Nem, nem. Ismerjenek a Csabi az igazi arcát. Ennyi évig nevelgettük a nettet, és most dől össze minden. Helyedzés, meg dátum, meg hülyeség, a gyűrű. Gyűrű. A gyűrű. De ismer már. Ismeri már ezt az arcát. Szóval neked csak gyűrű kell, nem kell dátum. Nekem ígéret se kell. De hogy legyen hűséges egy életen át. Tehát egy gyűrű és hűség? Igen. Nem lesz ez sok? Ezt nem kapod meg mind az Andrássy úton. Tudom.
De miért nem fordítva van, hogyha ad gyűrűt, akkor az a hűségből engedsz egy picit. Tehát ez volna fair. Francokat. Nem. De, ez volna fair. Hát azért nem két fillére egy gyűrűt, azért adhatsz neki egy kis izét, kis laufot hűségben. Bizony, és mekkora kincs a hűség? Hm? A francokat adok, nem. Hát, hogyha hát én te is mit adsz cserébe, bocs? Én is a hűségemet. Hát de hát így is parlagon hevertél, úgyis... Majd ne roncsad már az ázsiómat. Itt holnap van Valentin nap. Itt őrült nagy boldogság van. És csak azt elmondtam, hogy ne érje senki. De és mi van, ha Valentin napra egy kinder tojást kapsz, és kész? Nagyon boldog leszek. Én mert is. Tőle kapom. Oh. Mert azért üzenem, hogy ne. Szuper. Most döntött össze mindent, amiért dolgoztunk az életében. Igen, pedig dolgoztunk. Sokat. Nem vagy, akkor tovább kell még dolgozni. És mi van Tápai Szabinával? Jegyezték. Hát, na, azt nem tudni. Ez kész, végére értünk, azt nem tudni. Oké, köszönjük szépen, Laci, jövünk vissza egy nagyon-nagyon izgalmas témával, egy... Nem tudom, amerikai anyuka ez? Aki a brit anyuka elmondta, hogy ő egyáltalán nem hajlandó a gyereknek mobiltelefont venni, tudja, hogy ki fogja verni a biztosítékot, 9 éves a gyerek, már akarna, 16 éves koráig minimum nem kap mobiltelefont, el is mondta, hogy miért, mert hogy akkor az a gyereket rossz irányba viszi minden, és gondoltuk, hogy beszéljünk olyan szülőkkel, akik mobiltelefon ellenesek, és olyan szülőkkel, akik a mobiltelefon mellett vannak, ugye a gyerek kezében, és itt jött egy SMS, igen, most elküldték újra, hál' Istennek, azt mondja, a kisfiam általános iskola második osztályos tanuló. A tanárnő csinált egy felmérést az osztályban, hogy a 26 gyerekből kinek van mobiltelefonja. 17-en jelentkeztek, tehát másodikos az ugye 7 éves. Aha, mondjuk. 17-en jelentkeztek, hogy nekik van, és ebből 4-en éjszaka is szokták nézni. Az én fiamnak egyelőre nincsen, nem is került szóban áll, ahogy szeretne. Szerintem többet kell velük foglalkozni, és nem telefont adni a kezükbe 8 évesen, vagy ez már ennyire normális lenne üzeni az anyuka Lacabiáról. Hát a szülők között is megoszlanak majd a vélemények, akikkel beszélgetünk itt adásban, mert lesz olyan anyuka, aki nagyon hasonlóan gondolkodik, és lesz olyan apuka, aki a 6 és 8 éves gyerekének is már simán a telefont, és akkor működik, mert egyébként egy csomó hasznos tulajdonsága is van, meg egy csomó lehetőség van. Rengeteg hasznos tulajdonsága van, és gyakorlatilag az a technika, technológia, az, hogy keresel rá dolgokra, stb. A jövődre vonatkozóan kimondottan fontos. Igen. És aki 16-17 éves korában kap először kezébe egy ilyen kütyüt, az azért összezavarodik, mint egy nyugdíjas. Nem? Hogyne. Szóval... Nem is beszél, hogy ki tudja, miről marad le, tudod? Ez is sokszor egy érte. Hát meg más világ van. Tehát, hogy ez a mobiltelefon most már azért egy olyan eszköz, mint a toltartó, vagy az iskolatáska egy gyereknél. Tehát, hogy a világ része. A kapcsolattartásban is, ha ezt mondom, az image építésben, a gyerek is építi az image-ét már folyamatosan a közösségi oldalakon. Bizony. Jó, tudom, hogy ezen össze lehet veszni, de folytatjuk. Két szülőt bevonunk ebbe a beszélgetésbe, jövünk vissza a hírek után. 7 óra 14 van, jó reggelt mindenkinek, szevasztok, Herol Laci. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt, Gyuri. Jó reggelt, sziasztok. Szia, Anett, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Csak egy gyors kérdés, Anett, kaptál-e azóta SMS-t? Nem. Jó, akkor alszik. Igen. De meg szokta hallgatni. De utólag, amikor mondom neki, amikor felhívják a barátai a figyelmét, hogy a fiú, ez egy gyűrű éhes nő. Nem, dehogy is. Most ne állítsál már be rossz. Nem, hogy ezt fogja kapni majd a barátaitól. Nem, a jó barátai nem fogják ezt nem mondani. Nem fogják ezt mondani, jó. Oké, okay, gyerekek. Is hívom. Most hagyd lépjek ki egy pár perc. Minden jó barátját hív fel és fenyeged meg. Igen, olcsál tüzet, mielőtt begyullad. Tényleg. Na jó, egy pár perc és visszatérek. Jó, megvárunk a net. Na, gyerekek, telefonkérdés gyereknél, most már beharangoztuk szépen. Nyilvánvalóan azért minden szülő ismeri, vagy talán majdnem minden szülő ismeri azt, amikor egy kis nyugalmat szeretne, és akkor hát odaadja a gyerek kezébe a tabletet, a telefont, lehet ez autóban, családi kirándulás, étteremben, otthon, csak csupán azért, hogy hadd üljön már a munkából hazatért szülő egy fél órácskát, csak úgy nézne bambulva a tévét, és a gyerek ne foglalja le azonnal, ugye? Nagy segítség ez a szülőknek, mert ugye régen helyhez voltunk
kötve, mert tévébe kellett bekapcsolni a mesét, hogy lefoglald a gyereket. Meg most meg már bárhol. Szórakoztatnotok kellett, most meg igazából igen. Odaadjátok, és akkor minden megvan oldva, nem? Én nem fog itt négykézláb matchboxozni a szőnyegen, tessék itt egy telefon. Hát nézd, én úgy voltam vele, hogy én rengeteget négykézlábaztam, és csináltam mindenfélét, de előbb-utóbb, hát főleg, hogy a szülő kezében látja, előbb-utóbb elkezdi érdekelni ez a virtuális valami, és nyilvánvalóan minden korban megvan az, ami a gyereknek egyébként tényleg használható mobiltelefonon. 3-4 éves korban ugye videókat néz rajta, akkor 10-12 évesen már azért fel lehet őt hívni, ő is fel tud hívni, messengeren üzenni az osztálytársainak, és aztán jön a 15-16 éves kor, amikor már elbújik vele, olyan applikációkat tölt le, amiről már nem is tudsz. Igen. Vagy esetleg olyanokkal tart kapcsolatot, akikről nem is tudsz. Akikről nem is tudsz, és ez nem jó. Most egy pár érdekes példát még gyorsan, ezt a hallgatók írták nekünk SMS-ben. Azt mondja, a volt férjem 9 éves kisfia folyamatosan a telefonon lóg, ahogy az osztálytársa is. Eredménye, hogy az egyik kislány gyerek kokaint vitt a suliba, amit orron át szívtak fel. Úgy szokták amúgy. Borzasztó, a kislánynak még Insta fiókja is van, ahová olyan táncos vonaglásokat tesz fel, hogy én 48 évesen is belepirulnék. Szerintem 14 éves kor alatt tilos lenne telefont adni. Szóval 9 éves kisfiú kapcsán írta ezt valaki. Komoly. Nálam a gyereknél le van korlátozva. A véleményem az, hogy kell. A fiam a játékokból, mesékből, videókból 10 évesen jobban beszél angolul, mint bármelyik kortársa. Üzeni Olivér. Aztán kislányomnak 4 évesen újra kellett tanulni beszélnie. Hiába énekeltem neki, beszéltünk hozzá, kellett neki még egy inger. Így kapott egy kiszuperált telefont, most 11 éves és bennem áll a szája. Akkor IT-mérnök vagyok, 8 és 10 éves fiaim vannak. Az volt a koncepciónk, hogy amíg fizikai játékokkal elvannak, nem kell a virtuális. De az osztálytársak annyira fertőzöttek ezzel, hogy kénytelenek voltunk engedni, hogy ne közösítsék ki. Mennyi szempont? Bizony. Én minden családnál más igazából a prioritás, igen. Abszolút. Nálatok hogy volt? Gyuri, te abban hogy születtél te? Amikor jött a mobil, én akkor voltam általános iskolás. És én egyébként viszonylag későn, 8-as koromban kaptam, és akkor már ilyen, mit olyan 6-tól már volt egy csomó mindenkinek, így szépen lassan itt szivárgott be. Aha. Úgyhogy ez nálunk ilyen gyerekkorban már kérdés volt, hogy mikor. És Laci, te hogy tartottad a gyerekeid, de ők tinik? Hát figyelj, maguktól nem forszíroztuk ezt a dolgot, hogy most már legyen telefon. Aha. Igazából azon gondolkodom, tényleg azzal függ össze, amikor már elkezdtek mondjuk tömegközlekedéssel menni a városban, akkor már azt gondoltam, hogy legyen náluk valami. Bármikor fel tudjon hívni, tudjad esetleg nézni. Szempont. Igen, teszem hozzá, egyébként ugyanúgy közösségi oldalakon mindenhol fent vannak most már, és ez is fokozatosan alakult, tehát nem berobbant az elején, hanem szépen kiderült, ahogy ebbe a közösségbe, abba a közösségbe, iskolában, iskolán kívül, a többieknél is, és kapcsolattartás. Ez hát igen. Könnyű volt, mert abban az időben még ezek nem voltak, csak tényleg SMS volt, meg hívás, és nem hívott senki. Ez nyomógombos, szóval, volt, hogy nem? Persze, nyomógombos. És akkor volt telefonom, de nem történt vele soha semmi, csak néztem. Nem hívott senki. Jó, de hát a SIM-kártyát azt gondolom 18 éves korod után kaptak hozzá. Persze, nem fizettek elő, meg ilyenek. Mindig mondtam, csörögjetek rám, és senki. Én is úgy vagyok vele, hogy például amikor a TikTok még musical-i volt, akkor ugye a lányom ezt használta, de nem az ő nevén, és én ugye milyen Paco Santiago-ként voltam bejelentkezve, hogy tudjam nézni, mit csinál. Szóval ilyen volt, de hogy ma pontosan hol van fenn, kivel beszél, stb. Nem tudom, és ez persze valahol ijesztő is, de ugyanakkor látom, hogy a közössége, amiben ő van, másképp nem is működik. Azt gondolom, hogy vannak érvek és ellenérvek, de itt van egy amerikai, nem, ez egy angol nő, aki azt mondta, csak most keresem, hogy mit mondott, elhatározta, hogy az ő gyereke 16 éves koráig nem fog telefont kapni, azzal tisztában van, hogy ettől most ugye a 9 éves kisfia teljesen meg fog őrülni, tehát ezen ki fog borulni, de a mentális egészsége és a biztonsága miatt ez így a legjobb. Ez indított el bennünket, hogy beszéljünk már erről, és most ketten is itt vannak velünk, egy prószülő és egy kontraszülő, én nem is tudom, hogy melyik, mindjárt kiderül, először a hölgyet köszöntöm, ő Ildi, 12 és 17 éves gyerekek édesanyja. Szildi, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Üdvözlök mindenkinek! Jó reggelt, Ildi! Na, te melyik oldalon vagy? Hát én a nem
telefonos, a nem telefonos oldalon vagyok. Várj egy pillanatot, bemutatom az ellenfeledet. Itt van. Itt van a telefonos oldalról. Árpi, aki 6, 8 és 14 éves gyerekek édesapja. Szia, Árpi, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Na, nyilván nem kell összeverekedni, de itt rengeteg érvet hallottatok már, pro és kontra egyébként, ezek csak SMS-ekből érkeztek. Ildi, alapvetően te miért gondolod úgy, 12-17 évesek a gyerekeid, miért gondolod úgy, hogy nem jó a kezükbe adni mobiltelefont, és hogy váltott ki? Tehát, hogy mi az alternatíva? Hát teljesen egyszerű, ez egy elég kicsi város, ahol élünk is, mindenki ismer nagyjából mindenkit, és én úgy gondolom, hogy a gyereket nem egy telefonnal kell lekötni, hanem a szeretetünkkel és a gondoskodással. Jó, de tudod, ez ilyen közhelyesen hangzik, ez a szeretet. Hát szerinted hány szülő tud szeretetet és gondoskodást adni a gyereknek, amikor le van strapálva a munkahelyén, későn ér haza, stb. Ti ráértek a gyerekekkel érdemben foglalkozni? Amikor az az igazság, hogy 3 éves korukig én mind a kettőjükkel itthon voltam, és igen, mert hál' Istennek megtehetjük, mert a férjemnek olyan munkája van, hogy nekem nem kellett se őket bölcsibe adni, meg nem kellett visszaadni. Hát de meddig vagy társaság? 12 éves az egyik gyerek, 17 a másik, hát a tinédzser gyerek már nem anyukával akar fakockázni. Hát nem, persze, hogy nem, de tehát nekünk olyan munkánk van, ahol nagyon sokat vagyunk természetben, és inkább ahhoz szokattuk őket, meg arra motiváltuk őket, hogy jöjjenek velünk, és legyenek ott. Oké, Ildi, maradj vonalban, folytatjuk, mert kíváncsi vagyok egyébként, hogy a közösségben a gyerekek hogy illeszkednek be. Árpi, 6-8-14 évesek a gyerekeid, a legkisebbnek is van már? Igen, igen. Oké, ő ezt kérte, vagy nyilván láttam a testvéreinél, hogy van, tehát ő hát akarta... Igazándiból ezt megörökölte. Tehát először a 14 évesnek volt értelemszerűen, hogy ahogy nőttek egymás után, tulajdonképpen egymás készülékeit örökölték. Jó, de ez a készüléket illeti. Hogy néz ki egy este nálatok? Mind a 3 gyerek kezében ott a telefon is nézik? Kaptunk most pont egy ilyen képet. Nem. Azért ennyire nem szélsőséges a dolog. Illikvel egyetértek. Nagyon rossz, mert visszhangzok. Visszhangzol magadnak? Igen. Nem tudom, hogyha valahol rádió szól, azt kapcsold le, mert mi igen, nem hallok. Igen, bekapcsoltam. Akkor. Most egy picit jobb. Tehát abban Ildikóval egyetértek, hogy fontos a szülői szeretet, odafigyelés, de tényleg nem lehetünk álszentek, tehát ezek technikai dolgok, a világ folyamatosan változik, ezek elérhetőek ezek a dolgok, ezeket én úgy gondolom, hogy használni kell, nagyon sok pozitív vonzata is van ennek a dolognak, természetesen van negatív. És próbáljuk. Jó, de ezektől a negatív dolgoktól hogy óvod őket? Mert nyilván ettől tart minden szülő. A pozitív dolgokról is beszélhetünk, de a negatívoktól te hogy óvod? Belenézel-e a telefonjukba? Van-e valamiféle korlátozás? Hogy csinálod? Igazándiból én 70-es, 80-es években születtem, mind a párom is, tehát tulajdonképpen nekünk is meg kellett tanulni ezeket az eszközöket használni. Ettől függetlenül nagyon sokszor előfordul, nagy lányom mutat meg egy csomó minden dolgot, ne, de azért az ilyen korlátozásokat, vagy figyelőket, tehát vannak ilyen family link figyelők, amiken keresztül látom, hogy milyen applikációkat akarnak letölteni, és aha, a jóváhagyásom nélkül ezt nem teheti meg. Tehát, hogyha ő valamire rákeres applikációra például, én azt előbb látom, már illetve látom, hogy le akarja tölteni, és én ezt meg tudom nézni, hogy ez miről szól ez a dolog, és nem kategorikusan elutasítom ezt a dolgot, hanem megbeszélem vele, hogy ez mit szeretne, mit vár ettől a dologtól, vagy mit tud neki ez nyújtani ez a dolog. Érdekes lehet, olyan is előfordult, hogy ketten együtt letöltöttük, belenéztünk, és megnéztem, hogy ez vagy nem. Tök jó. Közösségi oldalon fenn vannak-e a gyerekek, vagy valamelyik? Igen, a lányom hát, már igen, viszont... Mondja, Ildi? Igen, nekünk is, tehát a nagyfiunk persze, tehát azért egy 3. gimnazista azért fent van, viszont nem tesz magáról, meg nem csinál semmi jól, tehát nincsenek képek róla, semmi, viszont a Messenger alkalmazást ugye használja a barátaival. Oké, okay, a nagy, de a kicsinek nincs telefonja. Állandóan.
Tehát a 17 évesnek van, a 12-nek nincsen. Oké. Okay. Igen, na de figyelj, bocsánat Gábor, tehát pont mondtam a Gyurinak is, hogy erről volt szó az iskolában, hogy ugye megkérdezték, kinek van telefonja, vagy tehát, hogy felmerült ez a téma, és ugye neki még nincs, az enyémnek, és hogy oké, hát elkezdtek olyan furán nézni rám, ugye, és akkor utána az osztályfőnök jött egy másik mondat egyből ezután, hogy hát mennyit telefonoznak a többiek, és hogy éjszaka fenn vannak, és nem tudnak koncentrálni, stb. Stb. Tehát most ez akkor, igaz. Na, tehát érted, és akkor ez egyik osztálytárs is hajnal háromig nyomja azt a nyomvat telefon. Igen, ebben egyetértek Ildikóval, hogy ezek káros dolgok, de ezek szélsőségek. Tehát ez olyan, hogy alkoholt is iszunk, de nem feltétlenül... Persze. Na mondjuk ez rossz példa, mert tényleg elég sokan alkoholisták. Tehát vannak olyan dolgok, amiket az ember végez, de nem kell ezt korlátlanul mindenféle fék nélkül csinálni. Ebben egyetértünk. Igen, én viszont tehát nálunk, vagy én az én telefonomat is, és a férjemét is nézik, a kicsi is, de... Tehát ha okos dolog akarja használni. Hát jó, okos hát dologra persze. Hát mert mondjuk a tanulással, tehát a tanuláshoz valamit nem ért, és akkor ne gyere szívem, akkor megnézzük ugye a Google-be. De tehát most azért legyen egy 12 évesnek telefonja, hogy nyomkodja a nem tudom én micsodát, és kapja a negatív és bántó üzeneteket a többiektől, és utána abból én szerintem úgy sokkal jobban okay. ki tudják kezdeni. Ildi, megértelek, hadd kérdezem meg, igen, Árpi, ezt akarta tőle kérdezni. Itt jön bele a szülői rész, tehát itt viszont... Igen, és a szülőnek a fáradtságot kell venni ahhoz, hogy a gyerekére odafigyeljen. Tehát nem lehet a telefont, én sem adom oda neki a telefont, és akkor majd azt felnevelje, de nem korlátozom le neki azt a dolgot, hogy megismerjen bizony dolgokat, applikációkon keresztül is akár, és megvan az a kapcsolat, már nálunk általában anya a szerver, tehát ő gyűjti ezeket az információkat. Érzelmi szempontból ugye az anyukhoz mégiscsak jobban kötődnek a gyermekek fiatalabb korban, de velem is bármikor bármit megbeszélhetnek, akár 14 éves lányom is. Szerinted, Árpi, bocs, szerinted egyébként bármelyik gyereked, hogyha őt abuzálnák a valamelyik közösségi felületen, szólna nektek, vagy szégyenkezik? Sajnos volt rá példa, hogy igen, hogy megkérdezte, hogy ez most mi. És mi tehát, volt ez? Milyen tartalom hát, volt ez? Facebookon keresztül volt olyan, aki név és fénykép nélkül rá akart jelentkezni, mint ismerős, vagy valami. Én mondtam, itt is nem akartam ennyire megóvni a világtól, én elmondtam neki, hogy sajnos vannak olyan emberek, akik betegek, vagy akár rosszat akarnak a másiknak, tehát ezeket el kell magyarázni, nem lehet kategorizálni, mondani, hogy ezt nem, törölt ki, és nem beszélünk róla, mert ez egy olyan dolog. Ha nem érti meg, akkor benne lesz ez a kíváncsiság, hogy na, akkor vajon miért kell ezt? Ildi, ti ezt hogy kezelitek? Azt mondtad, ez egy kisváros, kisközösség, tehát ott lehet, hogy ennyire nincsenek ennek kitéve, ugyanakkor fel kell készíteni a gyerekeket erre. De hogy ne lenne kitéve? Hát persze, tehát mondom, ő van egyedül gyakorlatilag az osztályban, akinek nincs, csak azt nem értem, hogy iskolában nem lehet használni a telefont, ugye? Mert nem lehet. És hazajön, akkor mit csinálni? Tanuljon. Van neki normál, tehát amit itthon tartunk, nyomogombos telefonja, amikor hazaérkezik, egyből szól, tehát tudja kezelni a telefonokat. De tehát felesleges számomra az, hogy most legyen egy telefonja, ami állandóan lógjon. Természetesen ezt is meg lehet tanítani, ugye, hogy ne, tehát hogy korlátozza magát, tehát hogy tanulja meg, hogy mennyit legyen rajta. De ez meg álszentség, mert egy 12 éves, tehát nem tudod neki mondani, hogy ne nyomjad. Na de hát akkor... Főleg, ha nem vagyok otthon, mikor dolgozom. Várjál, most egyszerre beszéltek. Árpi, mit mondtál? Tehát most már számítástechnikai órán nálunk, a nagylánynál igenis engedik a telefont. Tehát amit Ildikó is mondott, tehát keresési funkciókat, app letöltéseket, profil létrehozásokat, tehát, ezek kezelését, van, ezeket mind tanítják számítógépen is, illetve okostelefont is visszakapják, mert náluk is úgy van, hogy ahogy belépnek az iskolába,
a telefont le kell adni, és amikor végeznek az iskolába, akkor visszakapják, de ezekre az órákra megkapják és használhatják. Egyébként Ildikó, mit szólsz ahhoz, amit itt például hallgatók olyan példákat emlegettek, hogy az egyik keveset vagy alig beszélő lányok egyszer csak megtanult beszélni, mert ez a harmadik inger kellett neki. Az én is a lányomnál tapasztaltam, hogy rengeteg mindent értett angolból, anélkül, hogy lett volna bármikor is angol órája, mert egyszerűen azokat a tartalmakat. Tehát azért rengeteg pluszt ad a telefon, amit egyébként nem lehet megadni. Persze, tehát azért mondom, hogy tehát nálunk is mondom, tehát nézheti a mi telefonjainkat, tehát a férjemét és az enyémet a kisebbik fiunk, de ehhez nem tudok mit szólni, hát mivel nem vagyok szakember. Hát nem a Pepa maradtam, egyáltalán nem. Hát nem tudom, én mikor kicsik voltak, mind a kettőjükkel nagyon sokat, én beszéltem. Ugye én nagyon jó beszélőként van, én állandóan csak mondtam, énekeltem, lalala, stb. Minden. És együtt néztük a mesét például, és állandóan beszéltem, hogy mi történik ott. Tehát nem tudom, hogy végigpofáztad a mesét? Nem tud... Azért annyira nem. De én is ilyen voltam. Az a lényeg... Látod, bejött a malac. Igenis, nem, amit te is mondtál, Gábor, hogy én is hasa ennyit legózni, gyerekkoromban nem legóztam. Na de ezt akarom mondani, Ildik, hogy én ugyanezt csináltam, én végigdumáltam, én végig mindent, amit te elmondtál gyerekkel, én is. Egyszer csak nem tudod már megakadályozni, ott legyen a kezében, és akkor én úgy vagyok vele, hogy inkább használja, inkább tanuljon meg mindent, inkább azokat a kérdéseket tegye föl, amit a lánya feltett Árpinak, hogy ez mi apa, mert akkor tudom megóvni, hogyha... Persze. Igen. És nem a tiltással. Igen, így van. Nem, hát tehát azért mondom, ez a tiltás csak arra korlátozódik, hogy amikor úgymond egyedül van, mert mi dolgozunk, vagy nem, tehát mert ugye azért mi se érünk rá mindig, akkor ne az legyen az első, hogy hú, egyből nyomja a telefon. Jó, egyébként Ildi már egy picit telefonos anyukává váltál, így ahogy hallom az egészet, de be kell fejeznünk, elfogyott az idő, drágáim, nagyon-nagyon szépen köszönöm az érveiteket. Mi is? Köszönjük szépen. Mondjad, Árpi. Igen. Ami mellette szól, és amit te is említettél, a követhetőség. Igen, tehát én nagyon ahogy fontos. Lehet, okos órát fogok venni mindegyik gyereknek, vagy olyan eszközt, amit magánál hordhat, és esetleg aki nagy Isten átani akar neki, ő nem tud róla. A követhetőség szempontjából ez egy baromi jó dolog, és ezt ki kell használni. Abszolút. Tehát ezek a lehetőségek adottak, meg kell védeni a gyerekeket ezekkel a dolgokkal mindenféleképpen. Igen, én is szeretnék egyet, hogy én meg azt szeretném, hogy azért, mert valaki nem áll be úgymond a sorba, ne kezdjék ki. Mert hát ez annyira csúnya dolog. Ebben igazad van, te ezt a gyerekeknek kell, a tinédzsereknek kell mondanod, és nem. Hát meg a szülőknek kell őket úgy nevelni, hogy ne... Hát igen, csak baromi nehéz egy osztályban, hogyha 26 főből 20-nak van telefonja, és a tiédnek nincs, iszonyat nehéz azt neked, hogy is mondjam, előidézni, hogy ne legyen rossz érzés, ne legyen esetleg kiközösítve, ez nagyon nehéz így. Szóval, köszi, minden érvet szerintem hallottunk, nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek, Ildikó, Árpi, köszönjük, sziasztok, hello. Mind a ketten tök helyesek voltak, és igen, tök érthető. Én Ildikó esetében ő volt a nem telefonos anya, aztán kiderült, hogy azért egyre többször van telefon ott a gyerekek kezében. Igen. Tehát, hogy ez elkerülhetetlen. Laci, mit gondolsz? Hát, én egyre inkább azt látom egyébként, Árpi és Ildi is, amiket mondott, hogy azért ez a telefon, ez nem egy önmagában létező kérdés. Tehát, hogy itt a szülő-gyerek viszony az, amiben a telefon egyébként egy szereplő. De az, hogy a gyerekkel milyen a kapcsolatom nekem, szerintem azon fog múlni, hogy most a telefon árt neki, vagy egy nagyon hasznos eszköz. Én meg azt gondolom, hogy nem. Nagyon fontos a szülő-gyerek kapcsolat, tehát a legeslegfontosabb, de akár milyen jó szülő vagy, és akár, hogy végigtáncoltattam 152 Barbit egymással a szőnyegen, és ezt megcsináltam. Nem egyszer. Hú, de szépen égtek. Nem egyszer. Nem tudod elkerülni, hogy benne ráncsa a mobiltelefon. Itt az a bizalom kell, hogy kiépüljön gyerek és szülő között, hogy ha bármi gond van, akkor merjen hozzád fordulni. Mert nem ússza meg. Nem ússza meg a gyerek azt, hogy valaki ilyen vagy olyan módon megkeresi. Hogy bántsák egymást közösségi oldalakon, csoportokban,
meg annyi ilyet hallok. Igen, igazad van, és valószínűleg szülőként nem fogsz tudni lépést tartani ezzel, ha ő nem fordul hozzá. Tehát nem tudsz mindig annyira nyomában lenni, hogy előre lásd a bajt, ami mondjuk ráleselkedik. És még egy nagyon fontos dolog, hogyha nekem kell a legújabb Jennifer Lawrence film, a gyerekem ráncsa le valahonnan. Ezt már tudod kéne. Ezt azért halló. Legyen alap. Igen, itt egy pendrek fél hatra rajta legyen. Megoldom azt is. Na jó, gyerekek, kérdezzük meg a hallgatóktól, telefontól teljesen függetlenül, hogy mi az, amit megfogadtál, hogy a gyerekednek tuti nem engeded meg 18 éves koráig. És most ne a telefonról beszéljünk, beszéljünk másról. Lehet ez egy, nem tudom, utazás egyedül, egy film, egy ruhadarab. Egy tetkó. Egy piercing. Egy extrém sport. Hajvágás. Hmm? Egy barátnő. Tehát amit azt mondjuk 18 éves koráig az a gyereket ezt ettől távol tartom, nem engedem, majd akkor csinálhat, amit akar. De addig nem. 3-8 elmúlt 4 perccel, hát itt van egy történet, ez ijesztő, amit egy hallgatónk Tamás ír le. Azt mondja, a követhetőségről az iskolából megtévesztő módon több gyereket autójával egy férfi kivitt az erdőbe, és rituális gyilkosságot tervezett. Az egyik fiúnak még idejében sikerült a telefonján értesítést küldenie, és az autó alá rúgnia. Itt találta meg őket rövid időn belül rendőrség a telefon cella infójának segítségével. Igaz történet, a fiam osztálytársaival történt meg. Tud a telefon így módon akár életet is menteni. Üdvözlettel, Tamás. Ez ijesztő ez a történet. Nagyon. Igen. Na, mi az, amit a szülők tiltanának a gyereküknek, a gyerekeiknek 18 év alatt? Uh-huh. Volt ilyen? Neked volt? Van ilyen, amit tiltanál? Amit tiltanék nekik? Nem. Hazavárás. Szerencsére nincsenek elvárás. Tehát, hogyha nyilván találkoznék azzal, hogy szeretnék egy tetkót, az például lehet, hogy azt mondanám, hogy ne. Várjuk meg a 18-at. Még az egyik az már csinál, amit akar, másiknak még tiltom. És csajokat hazavinni? Azt nem tiltom, azt egyáltalán nem tiltom. Tehát, hogy 18 év alatt is hozhat hozzá csajokat, és kérdezem. Hozzám, persze. Nem, ja, valamit félreértettem. Nem, simán, persze. Ezt várod már mióta, mi végre. Nem, nyilván sokkal nehezebb lenne, hogyha jönnének ilyen elvárások, hogy piercinget akarok, hogy tetkót akarok, hogy el akarok menni, nem tudom, Zágrábba lesz egy nagyon jó heavy metal koncert, és 15 évesen el akarok menni, akkor valószínűleg... Jó, értem. De szerencsére nincs. Szép reggelt Anettnek, az igazi meglepi az lesz, ha a valentinnapi kinder tojásban lesz a gyűrű. Örök emlék. Gerikecsóról. Aztán engem az bosszant, hogy már az óvodában kezdődik a kötelező Facebook Messenger használat a szülők felé, vagy az iskolában folytatódik. Ez azért van, mert az óvónők, tanárok Facebookon és Messengeren küldenek fontos információkat. És kénytelenek voltunk a gyereknek is Messenger telepíteni, engedélyezni, mert sok iskolai és sportedzői információt rengeteg Messenger csoportban adnak meg, amiben a szülőket nem veszik be. Addig, amíg nem volt a gyereknek Messengere, volt, hogy kimaradt, lemaradt a programokról, nem vitt valamilyen felszerelést, ami kellett volna. Tökre egyetértek az Olival. Tehát, hogy gyakorlatilag nem kapsz a suliból már infót, ha nem vagy valamilyen közösségi oldalon, vagy igen. Ez jogos, de tök gáz, mert a Facebook például az 13 éves kor alatt egyáltalán nem regisztrálhat. De ezt több szülő is mondta nekem is tegnap, mikor itt beszélgettünk ezekről a dolgokról, hogy vannak ezek a kis közösségi csoportok, a gyerekeknek is, gyerekek között, a tanárral is, adott esetben tantárgyal is, és különböző ilyen munkafeladatokat is van, hogy ott beszélnek meg. Tehát, nincs valakinek mobilja, akkor ez viszont gondba kerül. Abszolút lemarad. Ez így van. Pici lányom Otilia 14 éves lesz márciusban. Piercinget akar. Mondtam neki, a te nyakadat is, meg azért is kitekerem, aki berakja. Ez vonatkozik arra is, aki cigit vitt, vagy drogot ad a cigit, vagy drogot ad a kezedbe. Üzeni Robi a primitív. Uh-huh. Tehát Robi a primitív megoldással, a nyak kitekeréssel fogja megóvni Oliviát. Egyenes kommunikáció híva, Robi. Így van. Igen. Három lányom van, 18, 18 és 8. Amíg én élek, nem lehet tetovált szemöldökjük egy apa. Amíg ő él. Aha. Tehát nem, mert már 18-2. Aha. Reméljük, öreg vagy. Azért elmondom neked, apa, hogy van olyan tetovált szemöldök, amit meg nem állapítasz, hogy az tetoválás. Hát igen. Tehát most nem a lakótelepi fekete csíkra gondolok. Bizony, hanem a minőségi munka. Igen, bizony. Simán lehet, hogy valamelyik lányodnak is van. Menj oda, simítsd végig inkább, az a biztos. Sziasztok! De szemét vagy. Jó, előtte kicsit és megnézed. Sziasztok, én a tetkóval vagyok így, megbeszéltük, nem volt gond. Viszont a nemi életet már ő mondta, hogy 18 éves koráig nem. Most 16. Mit mondjak? Jót mosolyogtam, jó a műsor, puszi Kati Orosházáról. Tehát tetkó, igen, nemi élet, nem? Uh-huh. Ez a Kati, oké. Okay. Sziasztok, soha nem vettem a fiamnak játékpisztolyt, játékfegyvert, üzeni Timi.
Értem is, meg nem is. Tehát persze lehet ez a pacifista hozzáállás, de ugyanakkor szerintem, hogy fiú... Talán nem ezen múlik. Nem ezen múlik, de én imádtam Vinnetúzni, emlékszel, Gyuri? Én is ott voltam. Én voltam az Old Shatterhand, persze. Nekem voltak műanyag ezüst pisztolyaim, volt dugós pisztolyom, volt mindenféle, én imádtam, és nem lettem tömeggyilkos. Példakép a sheriff, tehát egy sheriff jelvénnyel pisztolyjal szaladgálni, hát ez minden gyereknek benne van, ez a cowboy feeling. Így van. Én megengedő anya vagyok, a férjem nem. Én fedeztem a gyerek első tetkóját 16 évesen, azt mondtuk neki, hogy smink tetkó. Nem hiszek a korlátozásban, csak az érvekben, indokokban, ha meg tudnak győzni, én megengedek mindent. Uh-huh. Talán egy tetkót akart a gyerek, és azt mondták az apának, hogy ez egy smink tetkó. De mi? Egy szemöldök a vára? Az valószínű. Ez egy smink-tetkó. Hát akkor mi? Hogy értsem ezt? A smink-tetkó nem csak az, hogy kitetovált száj, vagy szemöldök a vára, hanem hogy lemosható, erre gondoltak. Igen, olyan, mint a henna, tehát amik lekopik. Áó. Lehet ilyet. Az smink-tetkónak hívják? Na, akár így is. Így fogalmazott, igen. De igen, valóban a smink-tetkó, amit így arcra csinálnak, de... Tehát, hogy ide tetováltatok egy ilyen valamivel, egy vasmacskát, ami majd kikopik 5 év múlva, a smink-tetkó? Hát igen, jó, még akár az is lehet, mint ahogy egyébként sminktetoválva van a van nekünk a szemöldökünk is a legtöbb esetben. És az kikopik. Mert emlékszem, hogy a volt kolléganőm Móni, egy ilyen caci kitetováltatott a lapockájára. Legalábbis a vogával mi így hívtuk ezt caciki. Ez egész nem... tállal, vagy hogy? Nem tudom, valami nonfi akart lenni, de cacikinak nézett. De akkor a felirat. És azt mondta, hogy de ez ilyen elmúlós tetkó. És akkor vártuk, hogy elmúljon, 5 évet is vártunk. Elmúlós tetkó, mert ő szétcikiztét, de kilézeresztette. Nem. Átvaradt a rendes tintával. Tehát ott varralta a caciki. Legközelebb bejön, nézzétek meg. Jó. Ja, jó reggelt, nekem 3 lány, 1 fiú van, a lányoknak 18 éves korukig tilos bármilyen smink, se rúzs, se alapozó, semmi a természetességen kívül. Még mindenki 8 év alatt van. Még egyszer, hány éves? 8 év alatt van mindegyik, 3 lány és 1 fiú, és a lányoknak tilos a smink, tehát csak a fiúnak szabad. Jó, 8 évesen van. Hú, de irigyek lehetnek a lányok. Nincs ebben semmi, 8 évesen, mert nekem is engedték. Hát ez nagyon kemény. Az én gyerekemnek 18 éves koráig nem lesz útlevele. Férjemmel elváltunk, és azzal fenyeget, hogy külföldre viszi végleg. Aha. Hát ez speciális helyzet, igen. Így van, de akkor látod, hogy a férjed az Európai Unión kívüli. Igen, hát jó, megértem az aggodalmat, ne is engedd. Jó, gyerekek, promó, nincs játék, írta ki Gyuri, nagyon szigorúan, nagybetűkkel nyomtatva. Viszont egy komoly témával jön vissza. Szinte napra pontosan 26 éve történt a fenyőgyilkosság. Sokan emlékeznek rá akkor a hírekből. Gyakorlatilag egy hosszú évtizedeken át felderítetlen gyilkosságról volt szó, viszont az egyik legkegyetlenebb. Magyarországra egyáltalán nem jellemző, tényleg a kolumbiai maffia harcokban lehetett látni ilyet, hogy géppisztolyjal szétlőnek egy embert. És az volt a döbbenetes, hogy egyébként nem egy alvilági figuráról volt szó, hanem Fenyő Jánosról, aki egyébként média vállalkozó, média mogul volt. Így van, és sok év nyomozás és pereskedés után most tettek pontot az ügy végére, és ugye a gyilkosnál megállapították, hogy József Rohács volt, aki az Aranykéz utcai robbantásban is részt vett, tehát ő már eleve rácsok mögött, mint ahogy Portik Tamás is, akit elítéltek életfogytiglanra, és Gyárfás Tamás, és ő az érdekes figurája ennek, aki ugye szintén média mogul volt, egyébként az úszószövetség elnöke is hosszú-hosszú éveken át, hogy őt is elítélték 7 év fegyházra a gyilkossággal kapcsolatban. Akkor ugye hosszú-hosszú év után a döglött aktákhoz került ez az ügy, a döglött ügyek osztályára, ahol egyébként Kovács Lajos rendőr ezredes is dolgozott, mint nyomozó, és nagyon-nagyon sokat tud az ügyről, mi régen a Music FM-ben már beszéltünk erről az ügyről, amikor a pereket megnyitották. És most nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ő mit mond az ítélet hallatán. Tehát, hogy Gyárfás 7 év, mint bűnsegéd, Portik, mint felbújtó életfogytiglan, és hát ugye József Rohács eleve. Hogy ő is így látta-e? Ezt nyomoztuk-e ki? Aminek ez kell, hogy a vége legyen. Így van. Ők ugyanezt látták-e, csak nem volt elég bizonyíték, most lett. Elégedette a per kimenetelével, vagy vannak még benne mindig kérdőjelek? Mi az, ami egyáltalán ezt a helyzetet elő tudta állítani, hogy itt
bizonyítékokkal alátámasztott ítélet születhessen, mert ugye ez nem történt, meg csak feltételezések voltak. Szóval az egykori nyomozóval, Kovács Lajos nyugalmazott rendőr ezredessel beszélünk erről a hírek után. 8 óra és 11 perc van, jó reggelt minden hallgatónak és Lacinak. Jó reggelt. Jó reggelt, Gyuri! Jó reggelt, hello! Anett, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Kaptál SMS-t? Nem, hívott. Jó, oké. Semmi, csak kérdezem, hogy azóta történt-e bármi is. Hívott, beszéltünk. Ja, jó, akkor majd meséld el adáson kívül. A nevelt fiam nem hordhat 18 éves koráig miniszoknyát. Igen, ez még az előző témához. Aztán nekem a fiam tavaly kezdte az első osztályt, a tanszerekkel együtt megvettük neki az üzenőfizetet. Az első tanítási napon a tanító megkérdezte, ez minek. Mondtuk, hogy majd a házi feladatnak, meg az egyéb dolgokról, amiről tudnunk kell. Majd közölte, hogy Facebook Messengeren mindent meg fog osztani a szülőkkel. Tehát, hogy itt tartunk, hogy már szülők rá vannak erre kényszerítve. Közlekedési M0-ás 36-os kilométerénél mindkét irányban baleset történt, az M1-es felé 1 km, az M3-as felé 5 km a torlódás. Igen, ez konkrétan a gyári térségben történt, és az M5-ös autópálya belső sávjában foglalják el a sérült járművek, vagy azt foglalják el, és mindkét irányban torlódik a forgalom. Igen, ugyanez az SMS M0-ás Nyíregyháza irányába gyári felhajtótól a Ferihegyi lehajtóig arra szól. Igen. Na jó, nagyon szépen köszönjük. Fú, gyerekek, ez egy nagyon izgalmas téma lesz, mert majdnem napra pontosan 26 éve történt a 90-es évek legbrutálisabb leszámolása, a fenyőgyilkosság. Fenyő Jánost 1998. február 11-én a délutáni csúcsforgalomban lőtték le Mercedesében a budapesti Margit körút és Margit utca sarkán. Egy hangtompítóval felszerelt géppisztolyból 20-25 lövést adtak le, közvetlen közelről a többit tudjuk. Aztán végül is teljes sötétségben tapogatózott a rendőrség, legalábbis a külvilág felé ezt kommunikálták. Annyit lehetett akkor csak tudni, hogy az elkövetéskor használt gépfegyvert és a ruhákat nem sokkal később megtalálták egy kapuajban. Két hónappal később a gépkocsit, és ebben újabb bizonyítékokat sikerült rögzíteni. Most az ügyben egyébként többek között Kovács Lajos nyugalmazott rendőr ezredes is dolgozott, nyomozott, épp úgy, mint Doszpot Péter. A leszámolással kapcsolatban akkor rengeteg információ és egyébként dezinformáció is látott napvilágot. Tasnádi Péter például azt állította, hogy Gyárfás Tamás megbízta őt Fenyő megölésével. Tasnádi szerint ő ezt nem követte el, viszont zsebre vágta a pénzt Gyárfástól. Fenyő János médiavállalkozó 26 évvel ezelőtti meggyilkolása ügyében egyébként pont múlt csütörtökön született elsőfokú ítélet. 7 év fegyházbüntetése ítélték Gyárfás Tamást, Portik Tamás pedig életfogytiglani fegyházbüntetést Gyárfás bűnsegédként és Portikot felbújtóként ítélték el. Gyárfás azóta, hogy igen, álltok, az történt, hogy Gyárfás megbízta Portikot, aki az üzleti riválisát, Fenyő Jánost kiiktatta, de az elkövető maga József Rohács volt. Egy szlovák bérgyilkos. Ő is ugye börtönben. Na, és ezzel az üggyel kapcsolatban évekkel ezelőtt beszéltünk már Kovács Lajos egykori nyomozóval, akkor az országos rendőrfőkapitányságon a döglött ügyek osztályát vezette, és hát nála talán senki nem ismeri jobban az ügyet, az elmúlt 26 évben rengeteg információ gyűjtött, nyilván ő is össze, meg jöttek még plusz információk, és nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy a mostani fejleményeket ő hogy látja. Ezért itt van velünk a vonalban Kovács Lajos, nyugalmazott rendőr, ezredes, az ORFK döglött ügyek osztályának egykori vezetője. Szervusz, ezredes úr, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szervusztok! Jó reggelt! Nos, itt az előbb ugye három személyről beszéltünk, három név hangzott el, József Rohács, mint végrehajtó, Portik Tamás, mint felbújtó, és Gyárfás Tamás, mint bűnsegéd. A te információid szerint is ők lehettek a kulcsa ennek a gyilkosságnak? Nálatok is ez a három név szerepelt állandóan? Igen, tulajdonképpen nálunk is az három név szerepelt állandóan, csak nem egy időben merültek föl természetesen.
az, hogy 98-ban, amikor a Fenyő János lelőtték, kinek állt érdekében a halála, ez viszonylag egy-két napon vagy egy-két héten belül felszíre hozta Gyárfás Tamásnak a nevét, mert ugye egy ilyen gyilkossági ügy nyomozása azzal kezdődik, hogy az áldozatnak a környezetét, a személyi kapcsolatait megpróbálja a nyomozás feltárni, hogy kik gyűlölhették, kik haragudhattak rá annyira, hogy egy ilyen gyilkosságot is megrendelhessenek. Az, hogy itt egyáltalán bérgyilkosságról van szó, ez mindjárt a helyszínen felmerült ennek a lehetősége, mert olyan előrelátással, előkészületek után került végrehajtásra ez a balhé, hogy abból látszott, hogy ez nem valami spontán emberülés, nem valami féltékeny férnek az akciója, hanem ez valami jól előkészített, több ember által elkövetett figyelőszolgálat végén egy kell pillanatban, amikor a piros lámpa mögé beszorult a Fenyő János, végrehajtott bűncselekmény volt. Tehát az, hogy ez bérgyilkosság, az mindjárt az elején tiszta volt, és akkor nyilván az volt a kérdés, hogy kinek állhatott érdekében a halála. Mit lehet tudni arról, mert ugye azt mondtad, hogy Gyárfás Tamás, mind a kettő ugye média vállalkozó volt, Gyárfás Tamás is és Fenyő János is. Miben léphetett, mit derítettetek ki, miben léphetett Gyárfás Tamás annyira, vagy Fenyő János annyira Gyárfás Tamás lábára, hogy ezt a következtetést lehet levonni? Nekem úgy tűnt néhány hónap után, hogy a legnagyobb konfliktus a Napkelte miatt volt kettőjük között. A Napkelte tulajdonosa, a producere tulajdonképpen Gyárfás Tamás volt akkoriban, és ez az ország egyik legnépszerűbb tévéműsora volt, reggeli ilyen hírműsorszerűség. És a Fenyő János a média birodalom élén állva elkezdett a televíziózás felé érdeklődni, és egyszerűen szemet vetett a Napkeltére. Tehát ugye Fenyő János akkor a Vikó birodalomnak volt a feje és tulajdonosa, amely ugye nyomtatott sajtótermékeket állított elő. Leginkább. Ő, tehát ő akkor indult volna a televíziózás irányába, és Gyárfás ezt a pozícióját féltette? Igen, tulajdonképpen igen, meg akarta szerezni tőle a Napkeltét. És akkor olyan tévévezetés volt hatályban vagy üzemben, akik a Fenyőhöz közelebb álltak, és ez sikerült is neki, mert körülbelül másfél évig egy közbeeső cég közvetítésével Fenyő János lett a szerkesztője tulajdonképpen a Napkelte című műsornak. És akkor elindult egy viszály, egy pereskedés, egy konfliktus, aminek a folyamatában a Fenyő János minden módon igyekezett tönkretenni Gyárfás Tamást. Az a rendelkezésre álló Népszava című napilapnál célprémiumot tűzött ki az újságíróknak, hogy aki valami dehonestáló hír talál Gyárfás Tamásra, és azt leközli a Népszava, az külön prémiumban részesül. És ez így is történt, hogy amikor Gyárfásnak bármilyen botrányára fény derült, akkor azt a Népszava írta meg legelőször. Annyira, akkora pénztermelő volt-e ez a NapTV, hogy ennyire érdekében állhatott Fenyőnek azt megszerezni, vagy inkább ez egy ilyen presztízs harc volt? Illetve akkora pénzt veszített volna a Gyárfás azzal, hogyha Fenyő megszerzi? Hát nem hiszem, hogy a pénz motiválhatta volna Fenyő János, mert ő már volt annyira gazdag akkor, hogy nem a pénz számított. Inkább a második megoldás tűnt akkor hatályosnak vagy érvényesnek. A Fenyő a hatalmat, a médiában való befolyást próbált ezzel megszerezni, szerintem. Mi az, ami történt az elmúlt 26 évben, hogy ez a három név így nem állt össze, legalábbis olyan szinten nem, hogy ebből egy vádemelésre kerülhessen sor. Mi történt? Mi volt az a plusz mozaik darab, ami miatt ezt, ugye ezt a pert, ha jól emlékszem, 6 évvel ezelőtt el lehetett indítani? Ez egy nagyon érdekes történet, szóval itt ebben az ügyben az elkövetőnek a személyére nagyon nehezen derült fény, szerintem. Ami József Rohás személyére. A Rohás személyére, igen. Hát hosszú-hosszú idő telt el, közben ilyen tévutakon botorkált a nyomozás, az egyik az pont a mi csapatunknak a nevéhez fűződik, mert fölmerült egy úgynevezett albán vonal, arról volt szó, hogy a helyszínen, mikor még a helyszíni szemle folyt, igazoltattak a rendőrök egy albán bűnözőt, aki bámészkodott ott a helyszíni szemle folyamán, és kiderült, hogy ez egy tulajdonképpen egy bérgyilkos gyerek, aki Koszovóban született, oda valósi, és itt mindenféle végrehajtó munkákat, pénzbehajtást, adósságkezelést vállalt a társaival itt Magyarországon. És annyira gyanús volt, hogy jó a helyszínen volt, hogy megcsináltuk a felismertetési eljárást, ami arról szól, hogy a szemtanúk felismerik a menekülő tettesben ezt az albán srácot, és tulajdonképpen három tanú kiválasztotta a sorból őt. És annyira konkrétnak tűnt, hogy akkor ő lesz a megoldása az ügynek, de semmi más bizonyíték nem volt, és a helyszínen talált DNS-ek sem stimmeltek.
tehát ő ellene nem volt bizonyíték. De, mint elkövetői kör, ez az albán szál, ez sokáig tartotta magát. Később derült ki, hogy ez a Mead nevű albán kötődik a Portik Tamáshoz, mindenféle feladatokat hajtott végre neki is, de az, hogy a Portiknak milyen érdeke lett volna ebben az ügyben közreműködni, ez évekig nem derült ki. És az, hogy, ez az albán férfi gyakorlatilag véletlenül járókelőként arra haladt, amikor itt történt a gyilkosság, vagy? Hát ez a mai napig erős kérdés, mert utána fölhívott valakit telefonon, és jelentette tulajdonképpen, hogy ő mit lát, és akkor ezen vaciláltunk sokáig a nyomozásban résztvevő kollégáimmal. Most feladatként nézte, hogy hogyan hajtódik végre a bűncselekmény, vagy teljesen véletlenül járta arra. És ezt nagyon nehéz eldönteni utólag. Mi történt? Igen, kiderült, hogy nem akarom félbeszakítani. Szóval kiderült, hogy neki nincs köze a bűncselekményhez. Legalábbis nem lehetett bizonyítani, hogy bármi köze lett volna, úgyhogy itt a véletlenek összjátékának váltunk az áldozatává. Mik voltak azok a hangfelvételek, amelyek, ha jól emlékszem, 6 évvel ezelőtt kerültek nagyjából elő, amelyek végül is Gyárfás Tamást, ugye, mint nem felbújtott, hanem mint kiderült bűnsegédletben ítélték el, igen. Tehát, hogy mi volt az a hangfelvétel, ez hogy került erre, mert annyira zavaros volt, hogy álltok, Gyárfás vitte ezeket a hangfelvételeket a rendőrségre, ő azt mondja, hogy hát miért terhelném én magam, ilyen hangfelvételekre is dughattam volna őket. Ez volt az a kulcs, ami által összeállt az egész lánc? Van itt még egy közbeeső érdekes történet. Szóval a menet közben kiderült, hogy a Fenyő lelövése előtt hónapokkal keletkezett egy megbízás Gyárfás Tamás részéről Fenyő megölésére, amit ő Tasnádi Péternek adott át. Ez akkor közkincsé vált ez a hír, már jóval a gyilkosság elkövetése előtt. És amikor végül is tényleg lelőtték Fenyőt, akkor ez az információ ugye kézzelfogható jelentőséget nyert, mert hát végül is az első benyomás a nyomozás kapcsán az volt, hogy aki már egyszer megrendelte Fenyő János halálát bérgyilkosság formájában, lehet, hogy az hajtatta végre, amikor meg is történt ez a gyilkosság. Tehát nyilvánvaló volt, hogy Gyárfás Tamás, mint felbújtó, szerepelhet a gyanúsítottak listán. Tehát előre furakodott, hogy úgy mondjam, a lehetőségek közül. És a Tasnádi Péterrel kapcsolatban még egy ilyen pikáns mellékszál a dolognak, hogy én általános iskolában együtt jártam a Tasnádi Péterrel, tehát osztálytársak voltunk, csak aztán a pályánk másfelé kanyarodott. Igen. És én úgy gondoltam, hogy egy ilyen szűkített osztálytalálkozó keretében bemegyek a sitra, ahol éppen ült a Péter, és nekem meg fogja mondani, mint volt osztálytársának, hogy ez a megbízás hogyan zajlott. De nem így történt, mert a Péter, mivel még nem évült el ez a megbízás, nem mondta el nekem sem. De akiknek ő elmondta, hogy kapott elég nagy pénzért egy ilyen megbízást, azok közül sokan megszólaltak, tehát mindjárt a nyomozás elején egy csomó tanút találtunk, akik igazolták ennek a megbízásnak a megtörténtét. De hát mostanra ugye megnyilvánult Tasnádi Péter ezzel kapcsolatban. Hát amikor elévült a dolog és már nem volt büntethető, akkor teljesen felvállalta ezt. Hát podcastben, nyilatkozatokban, bíróság előtt tanúként mindenhol elmondta, hogy ők megkapta ezt a megbízást. Hát most már nem titok. És ő mit mondott ezzel a megbízással kapcsolatban, hogy Gyárfás valóban megkereste őt? Persze, ő ezt határozottan állítja a mai napig. És fizetett is neki? Igen, hát a társaival leálltak beszélgetni erről a dologról, hogy hogyan hajtsák végre, és az érdekes fejlemény volt, amikor a társai azt mesélték el, hogy ez a kupak tanács oda jutott ki, hogy szólni kéne a Fenyő Jánosnak, és tőle is pénzt kérni az információért, és nem bevállalni a gyilkosságot, mert akkor rizikózzuk az életfogytiglant is, mert meg lehet bukni. Így meg, ha mindkét oldalról csak pénzt szedünk le, ez sokkal jobban megéri, és kevesebb a kockázat. Zseniális. Miért kellett, hogy az elévüljön, hiszen Tasnádi elfogadta a pénzt, de nem csinált semmit. Minek kellett itt elévülnie az ő esetében? A büntethetőségnek. Tehát ha ő bevallja, akkor még büntethető lett volna. Bevallja a pénz elfogadását, hiszen a merényletet nem hajtotta igen. végre. Hát meg a megbízást, mert az már emberről is előkészülete lett volna. Aha, ó, értem. Jó, akkor... Na és hogy visszatérek, bocsánat, az eredeti kérdésre. Így van a hangszalag. Én 2006-ban elkényszerültem nyugdíjba az életkoromnál fogva, tehát akkor számomra vége szakadt a nyomozásnak, amit nagyon sajnálok, mert ettől érdekes ez a történet, hogy 26 éven keresztül egy a 4-5 nyomozó csoport vette fel újra a nyomozásnak a szálait,
és újra kezdték szinte a nyomozást az addigi információkat összefoglalva. Most ez egyébként egy jellemző az ilyen szervezett bűnözéssel kapcsolatos ügyeknél, hogy ezek nagyon nehezen megoldhatók. Itt senki nem mond igazat, mindenki titkolózik, mindenkinek van saját sara, tehát olyan nagyon könnyen nem lehet az igazságot kideríteni. Mindig arról szól, hogy valaki elkezde beszélni belülről, a szervezet belsejéből, és akkor kezd kialakulni egy kép. Na de ehhez lehet, hogy évek kellenek, és ezért tartott ez ilyen sokáig. Mi gyárfás verziója? Mert ugye őt első fokon elítélték, ő úgy fogalmazott, hogy életemben ekkora ütést nem kaptam, a bírói ítélet számomra olyan, mint egy atomcsapás, és felmentésért folyamodtak ugye az ügyvédjével. Gyárfás mit állít? Gyárfás minden tagad. De azt is, ami a hangfelvételen elhangzott. Hát a hangfelvétel, ez egy nagyon érdekes dolog, én nem hallottam a hangfelvételeket, ami tulajdonképpen 500 felvételt jelent, rengeteg hanganyag került elő, mert a Portik Tamás egy bizonyos időtől, a 2000-es évek elejétől valahonnan mindenféle beszélgetést, amit ő folytatott üzletemberekkel, bűnözőkkel, bárkivel, rögzített egy ilyen hangarchívumba, hogy ezen mi volt a célja, az lehet találgatni, de tulajdonképpen ez rengeteg hanganyag. Én nem is tudom, hogy volt-e ideje a nyomozóknak végighallgatni. Én csak azokat a felvételeket ismerem, amelyeket a média is közölt. Aha. Tehát ott csak ilyen virágnyelven folytatott tapogatózás folyik a Portik Tamás meg a Gyárfás Tamás között. Nem kerül kimondásra egyértelműen, hogy én adtam neked egy megbízást, Tamás, és te meg végrehajtottad. Ez így nem hangzik el. De az elhangzik többször is, többféle formában, hogy neked volt egy problémád, én azt megoldottam, és te meg megvontad a válladat, széttártad a kezedet, de gyakorlatilag, mintha egyetértett volna a Gyárfás Tamás azzal, hogy a Portik megölette a Fenyő Jánost. De hogy ez most felbújtásként, vagy bűnsegédként értékelhető, ezt kellett eldöntenie most a bírónak. Tehát igazából nem kis feladat volt, és én azt gondolom, hogy a hangfelvételek utalásain kívül az a rengeteg tanú, akik a Portik Tamás csapatából vagy bandájából vallomást tettek a Portik ellen, hogy ő ezt a megbízást felvette. Uh-huh. És ezek nyomtak a latban sokat az ítélet kimondásánál. József Rohács mond-e bármit is erről? József Rohács nem mond semmit erről. Ő is, ez olyasmi, a felbújtás, a bérgyilkosságra, ez olyasmi, hogy itt senkinek nem áll érdekében beismerő vallomást tenni. De hát úgyis életfogytiglanra vannak ítélve, miért nem kezdenek el trallalázni az elítéltek? Tehát... Hát ez a jó kérdés, szóval itt nem tudom, sok múlhat biztos a kihallgatáson egyrészt, másrészt meg az, hogy mintha tarsolyban próbálnának tartani valamiféle információkat, csak azt nem tudom, hogy mire jó ez a kivárás, mert most már, hogy ennyi ítélet van a Portik Tamás háta mögött, nem tudom, mire vár. Igen, ez a nagy kérdés, hogy akkor már mesélnék. Lajos, te elégedett vagy-e, te, aki foglalkoztál ezzel az ügyel behatóan, elégedett vagy-e az elsőfokú ítélettel, vagy vannak-e még kérdőjelek számodra? Ezt olyan nehéz megmondani, mert egy nyomozó az érzelemmel nem állhat egy ügyhöz, mert akkor torz lesz a látószöge, hogy úgy mondjam. Tehát én, hogy én elégedett vagyok-e, sajnálom Gyárfás Tamást, megmondom őszintén, mert amilyen formában nyomult ellene a Fenyő, az bármilyen embernek az egzisztenciáját veszélyeztette volna. Hogy ilyen fogban veszélyeztette a Gyárfás Tamásnak az életét, hogy ő egy ilyen megbízást adott, vagy elengedett, vagy utalt rá, hogy neki is jót tenne, ha valaki kinyírná ezt az ember. Ezt nagyon nehéz megmondani utólag, mert ennek a részleteit, hogy ez szó szerint hogyan hangzott el, ezt nem tudjuk, hát senki nem vallotta be. De a sok közvetett bizonyíték, és az, hogy a Tastárinak egy bizonyított megbízást adott a Gyárfás Tamás egy bérgyilkosságra, az azért arra utal, hogy ő neki valamilyen formában érdekében állt a Fenyő Jánosnak a kilépése az életéből, és ezek után hát nem szorongatja tovább, nem veszélyeztette az egzisztenciáját. Tehát én azt mondom, hogy meggondolandó, hogy méltányolható az indulata a Gyárfás Tamásnak. Az ítélet az végül is ilyen hosszú idő után azt hiszem méltányosnak mondható, de felmerül itt egy dolog, ezt úgy hívják, hogy bírói meggyőződés. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag a felelősség és a döntés joga az a bírónál van. Tehát a nyomozó bármit gondolhat,
hogy ez jogos, vagy megtörtént, vagy hogy történt, ez biztos, hogy bűnös, ezek soha nem mérvadóak, hanem a bíróé a döntés joga. Értem. Én azt mondom, hogy közvetett bizonyítékok elég nagy számban vannak ennek az ügyben, tehát méltányosnak érzem az ítéletet. Méltányosnak. Gyárfás Tamásnak mikor lett volna utoljára esélye lelépni az országból? Ez egy érdekes dolog, lelépni az országból. Itt vannak a gyerekei, itt van az egzisztenciája, itt vannak az ingatlanai, a vagyona, itt van a felesége. És itt van 7 év fegyház. Itt van 7 év fegyház. Tehát, hogyha jogerőssé válik, ha lelép, akkor kvázi beismeri a bűnösségét. Én azt gondolom. Most még akkor le tudna? Egy elsőfokú ítélet után le tudna még lépni? Hát én azt gondolom, simán le tudna lépni, ha ez lenne a célja. De én úgy gondolom, hogy neki nincs benne a tervei között, hogy lelép az országban. Kiadnák bármelyik országból. Nagyon nehéz lenne úgy elbújni a földön egy emberölés miatt kiszabott ítélet után, hogy ne kérjék a kiadatását. És bujkálni 74 évesen vagy 73 évesen azért nem olyan egyszerű. Igen. Hú, Lajos, nagyon érdekes volt a beszélgetés. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és remélem, hogy hívhatunk bármilyen más ügyben újra. Ez természetes. Köszönöm szépen, Kovács Lajos nyugalmazott rendőrezredes. Szervusz, köszi. Szervusztok. Hát ez többet ért az 1000 cikknél, amit az ember elolvas egyébként az üggyel kapcsolatban. Igen, én is akartam érteni ezt a dolgot, de hát ugye ezredes úr nagyon-nagyon benne van, benne volt ebben a témában, tehát ő tényleg mindent tudott. Az is gondoltam, hogy érdekes lesz vele beszélgetni. Igen, meg ugye a mögöttes dolgokat is, tehát a motiváció, az indíték, hogy ki miért, hogy ez az egész szitu hogy nézett ki, ami idáig jutott. Az milyen érdekes volt a végén, hogy már egyfajta empátiát éreztem Gyárfás Tamással szemben. Igen. Ugye a nyomozó úr. Az emberi oldala abszolút megnyilván, hogy kicsit összenéztünk a Lacikával, hogy tényleg azért ennek nagyon sok aspektusa van. Hát nézve. Igen, az a szitu. Tehát én is megéreztem ebben, amikor tényleg az egzisztenciádra, az, amit megteremtettél, arra valaki kőkeményen rámegy minden eszközével, nem indokolhat egy gyilkosságot. Igen, nyilván nem, tehát persze nem legitimál semmit, de... kemény krimi volt ez. Igen, köszönjük szépen még egyszer ezredes úrnak. Jó, kérdezzük a hallgatóktól, hogy másfajta konfliktusról érdeklődnénk. Lehet az, igen, konfliktus, vagy elszámolási vita, sértődés, árulás, amiben végig tudtad, hogy neked van igazad, de csak évekkel később bizonyosodott be. Uh-huh. Amikor kiderült az igazság mindenki számára, te tudtad végig, és akkor azt úgy érezted. Mások szemében te voltál a saras ebben az ügyben, és vagy valaki, aki a te védelmezetted, vagy bármi, most tudom, hogy picit tágon fogalmazunk, de értitek, miről van szó, és évek múltán egyszer csak bebizonyosodott, hogy neked volt igazad. Ha van ilyen, egy mondatban leírható kis sztorid, akkor az nagyon érdekelne. 0-20-22-22-122. Ez a bocskó! 3.49 van. Na, figyeljetek ide. SMS. Kérlek, hogy próbáljátok meg a magyar nyelvet a Havanna lakótelepi szintnél magasabb színvonalon használni. Többször hangzott el, hogy ezredes úr. De könyörgöm, használjatok névelőt. Például köszönjük szépen az ezredes úrnak. Köszönöm, Dani, az önkéntes Grécsi László. Ó, és mennyire rossz. Grécsi László, mert nem igen. Tudom, nekem meg pont azt mondogatták, hogy nem kell fölöslegesen a névelő oda, de... Nem kell fölöslegesen, és vagy köszönöm szépen az ezredes úrnak, vagy köszönöm szépen ezredes úr, oda meg nem kell névelő, én mindegy, nagyon kellemetlen ember lehetsz. Én is a családját, meg a környezetét sajnálom. Sajnálom, feleséged, gyermekeid, anyukád, mindenkit sajnálok, hogy ilyen kötözködő vagy. A gyermekeidet, az anyukádat. Börtönkulcs nálad van, nincs? Ő nem buta, ő egyszerűen kellemetlen ember. Jó reggelt, szép napot, ez a beszélgetés a nyomozóval nagyon érdekes volt, és komoly liba bőr. Köszönöm Orsi Bajáról. Sziasztok, nekem jó haverom volt a Fenyő, heti szinten beszéltünk, barátnak tökéletes volt, üzlettársnak kegyetlen. Milyen érdekes, hogyha nincs gyárfás, nincs gyilkosság, és mégis ő kapott a legkevesebbet. Hát nézd, a jog az nyilván egyértelmű, hát gondolom, aki elköveti, az többet kap, mint aki felbújtó, vagy aki a felbújtót felbújtja. Tehát, hogy ez egy láncolat. Hát, és ahogy az ezredes úr is mondta, azért nagyon nehéz itt már megállapítani azt, hogy kinek mekkora volt ebben a dologban a felelőssége. Meg most használtad a névelőt az ezredes előtt, figyelted? Hát, azért megfegyelmezett az úr. Igen. Na, olyan igazságtalanságok, amelyek a hallgatóinkkal fordultak elő, és aztán csak jóval később derült ki az igazság. Évekig pofáztam, hogy töltőt éjszakára nem hagyunk bedugva. Telefont napközben töltünk.
Igazam volt, pár hete megolvadt a töltő a telefonba dugva. Csak kb. 10 percig nem néztünk rá. Ha az éjszaka történik, észesen veszük és leég a lakás. Csók, Mrs. McCartney. Az ilyenektől leszek paranoiás, ne? Mitől? Hát ettől sokkal. Ettől fogok félni. Igen, én is. Hát. Szia Gábor, a gyárfás téma átbeszélése profi volt, jó embert hívtál és jól kérdeztél, nagyon színvonalas a műsorod, szép napot, Péter. Köszi, Péter. Sziasztok, én bíróságon dolgoztam pályakezdőként, rendszeresen lopott valaki a kollégák pénztárcájából. Az elkövető rám próbálta terelni a gyanút, egy ideig sikerült is neki, de én ebből semmit nem sejtettem. A véletlen is az én oldalamra állt, nem sikerült neki? Na minden, mindenki rám gyanakodott. Aztán fényderült az igazságra, nagyon csalódott voltam, mert közben kezdtünk barátok lenni a tettesen. Utólag azért tisztán látható volt a szándéka. De gáz. Igen. Sí. Na jó, azt nézem, igen, várjál, 87-ben elment a bátyám bulizni, nem jött haza, akkor volt a nagy havazás, 77 nap múlva találták meg Komáromnál a Dunában, nagy nyomozás után lezárták az ügyet, hogy baleset volt. 35 év múlva derült ki, hogy agyon verték, bementem a rendőrségen, megkérdeztem a nyomozót, mi lenne, ha behoznám ide a gyilkosát. Azt mondta, hogy semmi, hazaküldenék, mert akkoriban nem gyilkosságként zárták le az ügyet. Köszönöm a figyelmüket, Tomi. De Tomi sejti, véli, hogy kiverte agyon a bátyát, de miután nem gyilkosságként zárták le, ezért ez furcsa lenne, hogy nem kezdeményeznék újra a nyomozást amennyiben. Igen. De azért, mert valaki valakit a Grabancánál fogva bevisz egy rendőrőse, nem lesz gyilkossági gyanúsított. Én igen. Azt gondolom, hogy ez is helyes. Az igazság nem is lett akkor. Igen, nem lett meg. Na jó, hangcsapdázunk. Így van egy isteni hangunk. Róla beszéltünk már. Beszéltünk róla ma, igen. Begönnem egy kacs, a jól ott és a hajakkal jön ez nagyon mutat. Imádkozom, és akkor adom a kupval így. Sikerült, mert van a rossz nagy óriás. Nagyon öndörítem haj. Királytos, akkor az más idájásra. Hát akkor hajrá, lehet minket hívni. Ez mi? Ez olyan, mint a hangcsapda. 9 óra lesz, 7 perc múlva. Kedves Anett, tudtok valami frisset az M0-ásról? Arra kellene mennem a reptérre, köszönöm. Már mondom is, hogy mi a legfrissebb. Ugye az, hogy volt egy baleset Gyál térségében a 37-es kilométernél. Állítólag a forgalomkorlátozás megszűnt, de a torlódás még mindkét irányban tart, és akkor ez lassan fog feloldódni. Igen. Na, egy ilyen ügy, amiben valaki gyanúsított volt, aztán később derült ki az igazság, édesanyám elvesztése után írja valaki, apám engem feketített be a családban. Mindenkinek azt hazudta, hogy én édesanyám örökségét elvettem, miközben ő ivott és szerencsejátékozott. Sok évvel később, mikor zsinórban meglopta családtagjait, nekik is folyamatosan hazudott, mindenkinél világossá vált, hogy mi az igazság. Bár felhívtak, bocsánatot kértek tőlem, de sajnos a hosszú évek fájdalma miatt nem múlt el nyomtalanul. Isten nyugosztalja apámat. Szép napot, Kriszta. De nehéz ez. Milyen viszonyok ezek, amikor a lányát feketíti be valaki azért, hogy pénzt lophasson szerencsejátékra, alkoholra, és akár a lányát is beáldozza ezért. Jézusom. Na jó, de köszönjük a történetet. Amúgy Arnold van ma velünk. Szia Arnold, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello Arnold! A neved, megkérdezted a szüleidtől, hogy honnan kaptad? Tehát, hogy mi volt az ott? Megkérdeztem, igen, elég mulatságos sztorik. Ezek állítólag a szülészorvos beszélte rá édesanyámat, és van még egy második keresztnevem, ami talán még viccesebb. Igen? Tehát Arnold Izsó. Arnold mi? Így együtt. Arnold és Izsó. Izsó? Ez a második keresztem, az Izsó. Arnold igen. És Izsó? Hát elég üti egymás. De mi volt, de miért a szülésznő, ugye azt beszélte rá anyukádat, hogy nevezzen Arnoldnak? Igen, tehát szülés után édesanyám eléggé kiolt, aztán nem jutott eszébe semmi név, és gyakorlatilag a szülész orvos találta ki ezt a kettőt. És akkor Arnold és akkor anyukád ezt elfogadta. Utána gondolom, jót nevettek rajta. Hát én is szeretnék úgy bemenni a kórházba, hogy megszületett a gyerekem, és ne aggódjak, a szülész orvos már elnevezte. Na jó van, de egyébként tök jó név. Kezdjük el szerintem. Én is szeretem. Na, mehet, jó, oké. Begönöm meg a jól ott és a hajakkal, jön ez nagyon mutat. Imádkozom, és akkor adom a kupval így. Sikerült, mert van a rossz nagy óriás. Nagyon öndörítem haj. Királytos, akkor az más idájás. Rá is vághatod, meg kérdezhetsz is. Na hát, kapásból nem is vehetem fel a hangot. Mondtátok, hogy volt róla szó a így mai van. Adásban. Úgyhogy ebből gondolom, talán egy ilyen uralkodói vezetékneve van. Uralkodói. Akkor ő a király Linda? Ez az. Imádom,
nagyon mutatós nagy hajakat. Sikerült már vennem egy kupvasot, és akkor azzal így nagyon begöndölítem, és akkor jól kirázom, és akkor igen, jön az óriási Diana. A gratulációt zajlik, Arnold. Éppen téged ünneplünk. Igen. Halló, meg vagy? Halló. Halló, itt vagyok, igen, eltűntünk itt az éterben. Igen. Na jó, a lényeg az, hogy igazad lett. Tehát Király Linda jó, valóban. Szuper. Igen, azt még hallottam, igen, hogy igazad. Figyelj, akkor ennek az eredménye az, hogy szeretnénk neked küldeni egy bocsizacsit. Nagyon jó. Benne köszönöm sapkával, bögrével. Jó? Nagyon örülök. Arnold, óriási vagy. Anett majd hív a címedért. Szuper, köszönöm szépen. Mi is neked is. Szia, köszönjük szépen. Na, ő volt Arnold. Ő bizony. Igen. Mi tisztelettel a téma az komoly vala, az bocskor úr vala, jól felkészült valas, intellektusa megengedik, jól kérdezést leend. Mi tisztelettel hallgatva derék era. Uh-huh. Ez egy üzenet? Így van, a középkorból. Jól hangzott. Igen, nagyon köszönjük. Hívjuk Horthy Gábort mindjárt, ugye futballtéma, és most nem olyan aktualitásokról fogunk beszélni, hogy mi van Szoboszlaival, Dárdaival vagy a Bayern Münchennel, ugye általában ebben a háromszögben mozgunk, hanem a brit sajtó most körbejárta azt, hogy állítólag jöhet a kék lap, a sárga meg a piros mellett a futballban. Egyre vastagabb lesz a bírók zsebe. Igen, na, hogy ennek milyen hatásai lennének, mit jelképez ez? Én a sárga meg a piros mellett, ha szavazhattam volna a FIFA-nál, én a zöldre szavaztam volna. De az olyan megengedő, az nem büntető szín, tudod? Szerintem ez a kék az büntető szín. Igen, az olyan megtorpanásra sarkal. Megtorpanásra sarkal a kék? Nem jó. Nem tudom, igen... Melyik a fenyítő? A piros az fenyítő, az, tudod, ami piros, az tilos, ugye ezt szoktuk hallani. Így van. Igen, a sárga az olyan... Barátságos. Igen, és akkor a kék az a kettő közé kék kerülne? Kék a rendőrök színe, attól én haptákba vágom magam. Igen. Igen, jó, akkor a kék valami ilyesmi lesz. De majd el fogja mondani, meg azt is egyébként, hogy milyen szabály ötletek merültek fel még az elmúlt években a fociban, és hogy ezeknek lenne valamilyen hasznos hatása, hogyha ezeket bevezetnék. Én bírnám, ha újulna egy kicsit. Én meg nem. Én szerintem valami, tehát a sakkon is újítanál? Persze. Hát nyúljunk hozzá mindenhez. Hát azt nézzük, hogy a Forma 1 szezonról szezonra újul valamit. Hát a zavaró is. Igen. Zavaró is. Zavaró, hát ugyanúgy mennek körbe. De alig veszel észre, hogy újulás van. Fociban ráférne egy kis újítás. Én régóta mondom a 30 másodperces támadóidőt, de nem hallgattok. 9 óra 13 perc. Jó reggelt, drága hallgatók. Elnézést, hogyha ilyen zajok voltak a szignálon, csak odébb rúgdostam egy pár hosszabbítót. Ez van, ahol árammal dolgoznak. Rendet tettél. Milyen tele van a hosszabbítóval a Sputnik, vagy milyen űrhajó ez? Igen, mert délután itt füvet nyírnak. Így csinált annak idén az Enterprise-os pokkapitány is. Mi ez a hosszabbító? Igen, hát így, elő Laci. Jó reggelt. Jó reggelt, Gyuri. Jó reggelt. Szia, Anett, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Na, mi a helyzet otthon? Minden rendben van. Lesz gyűrű nap? Hát csak nem holnap, de lesz. Nem holnap. Vagy egyszer remélem, hogy lesz. Uh-huh. Na jó. Nem tudod eltántorítani. Kit? Egyikünket sem. Jó lesz. Majd ezt halljuk a hírekben, hogy bevezették a nemzetközi Ring Day-t, akkor Ring Day. Tudjuk, hogy kinek szól. Ilyenkor, amikor gyűrűt kapsz, mit adsz cserébe? A szerelmemet, a szeretetemet. Egy életen át. Ha? Jó, hát ezt tudjuk sok szinten értelmezni. Igen. Nem? De hát figyelj, tehát most összintén. Na de ő akkor ezek, tehát ő gyűrűt ad, te szeretetet. Tehát akkor neki nem kell szeretetet is adni. De hát ő a gyűrűvel együtt adja. És te miért nem adsz akkor a szereteted mellé szintén valami csereajándékot? Mint az indiánoknál. Adok egy tükröt, kapsz egy golyót. Jó, hát akkor akkor én veszek egy kis montort, mert kb. Olyan érték. Minimum. Hát azért tudd meg az értékét. Olyan értékben neked is illene valamit adni. Jó, mi? Kösz szépen. Most de muszáj. Már hallgatja. De hát nem úgy van, hogy várjál. Nézzük, ez a díj lesz, hogy néz ki. Egy gyűrű. Igen. Te adsz érte szeretetet. De kérsz a gyűrű mellé szeretetet is. Akkor igen, neked is be kell tolni még valamit, hogy egyenlő legyen. Mert nem akarom, hogy egy ilyen diszbalansz legyen, ez egy külföldi szó. Végig, érted? Tehát, hogy kell, hogy az egyensúly fennálljon. Kis motor akkor? Milyen? Vespa? Nyuszi motor.
Jó, de akkor is tudjátok egyeztetni, hogy egy napra legyen meg a gyűrű is, meg a Vespa? Nem kell sietned csak. Annyira szépek ezek a, pont az ilyen mentazöld Vespák. Limitált, ó, az jó. Igen, limitált. Mondom, ráérünk. Na, majd nézegetünk, jó? Mi segítünk neked ebben, és nyilván az ő barátai neki abban. És akkor csak, hát az egyensúly miatt, hogy ne legyen senkinek se lelkiismert fordulása, ne érezze úgy, hogy túl lett ő ajándékozva, érted? Hanem, hogy így balansz. Jó. Én mindig a balanszban hiszek, tudod? Sajnos tudom. Na, Csabi, szereztem egy Vespát. Ha nem kell 2 millió 7-re lehet adni, most nézem. Na, jön a foci. Valaki így csinálja. Kovács passzol, Kese támad, és gól. Valaki így. Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Buli, mekkora házi buli! Ilyen egy igazi entertainer. Horthy Gábor. Jó reggel, szia Gábor! Jó reggel, mindenki jól van, ahogy hallom. Nagyon, minden, nagyon, nagyon. Hát itt annyi üzlet köttetik. Jaj, egy SMS, bocs, fel kell olvasnom Gábor, mielőtt elkezdenénk. Szeretnék kérni egy háját Mocskos Ribizlinek, mert a másikról áttekert a nagy magyar csatornára, azt mondta, az is szörnyű volt. Javasoltalak neki titeket, belehallgatott a műsorotokba, és marad veletek. Még egyel több jó ízlésű és igen csinos hallgatótok lett. Csak itt tovább, bocsi, üzeni Zoli. Tehát akkor a Mocskos Ribizlinek egy... Hájjá! Na megvagyunk, Gáborom. Szóval, kezdjük el a kék lappal. Ezen már az egész reggel izgatott a Gyuri a kék lappal. Hát, ez egy borzasztó, mit művelnek itt a labdarúgással. Ugye egyszer már elindultunk, emlékeztek Gianluigi Buffonnal, aki mondta, hogy nagyobbra kell venni a kaput, mert hát már kevés gól születik. Közben elfelejtette, hogy a csatárokkal meg kéne tanítani a gólszerzést. És ez egyáltalán nem a kapusok méretén múlik meg, hogy mi... Na mindegy. Addig-addig alakították a döntéshozó testületben az életet, hogy most kitalálták azt, március 2-án lesz majd egy ilyen ülés, a labdarúgás szabályalkotó testülete összejön, és ott megbeszélik azt, hogy a tömegjelenetek utáni lehiggadási időt meghatározzák. Az mit jelent a tömegjelenet? Tehát amikor gólöröm van, és egymás hegyén hátán vannak például? Ezt most nem tudom pontosan, én arra gondolok, amikor például összeverekszik mindenki mindenkivel, és akkor a kispadról is berohannak, és akkor az elnök is bejön egy nagy stukkerrel az oldalán, és akkor majd ott rendet tartanak. Tudod, ilyen türelmi idő, hogy ez meddig fog tartani, vagy ezt hogy képzelik? Ki kezdi mérni, vagy hogy lesz? Akkor ti hogy oldanátok meg egy ilyet? Dél-Amerikában például egy brazil meg egy argentin futballozik, egy csapat, és akkor elkezdik kergetni egymást 16-tól 16-tól. Hogy avatkoznátok bele? Hát ez egy jó kérdés. Hát amikor már elszabadul a pokol, akkor már nem tudsz mit csinálni, ott nincs türelmi idő, és akkor megy a stopper, és akkor most akkor a verekedők álljanak le. Te hát... voltál, én csak visszajöttem. Nem én voltam, az volt, az már nincs is itt. Most mit csinál? Hogy kezded el az egészet? Ez milyen marhaság? Ott kellene indítani például, ami a rögbiben az első pillanattól kezdve élő szabály, a játékvezetőhöz nem szólhat senki. Senki. Most láttam legutoljára, egy női játékvezető dolgozott a rögbi mérkőzésen, hát és ezek a rögbisták, ezek hát nem egyen tornából felmentettek. Ezek ilyen 130 kilós, egybenyakú, összetört fülű, törött orrú, hatalmas izomtömeggel felszerelt férfiak, akik gyakorlatilag a 4-es villamos ki tudnák siklatni. Na és most ezek, amikor tehát a játékvezető megállítja a mérkőzést, oda megy két kis pincsi kutya, aki egyébként a csapatkapitány, és hallgatta, oda ment két kis pincsi kutya, és hallgatta, hogy a kisasszony kiosztotta őket. Tehát itt ilyen nincsen a rögbiben. Az amerikai, az NFL-ben például a játékvezetőhöz még a közelébe sem mehet senki. A játékvezető érinthetetlen. Ehhez képest Európában fölpofozzák, Törökországban bemosott egyet a klubelnök a játékvezetőnek, pedig már 3. Jó, hát itt se lehet, tehát ez nem FIFA szabály, hogy megütheted a játékvezetőt, ha edző vagy. Tehát, hogy ezek kirívó esetek, ezek indulatok. Én tökre értem. Az, hogy beszélsz, mint játékos, odamész és elkezdett pofázni a játékvezetőnek, persze ezt meg lehet tiltani, nyilván fegyelmezéssel, nem tudom mivel, vagy szankciókkal, de hát ez hagyomány. Tehát ezt látjuk, nem hagyomány? A rögbi első alapvetése az volt, hogy a labdarúgást úriemberek játsszák,
hétköznapi emberek módjára. A rögbi hétköznapi emberek játéka úri emberek viselkedésével. És ez megy már 100-valahány éve, mióta a rögbit kitalálták. Miért nem lehet ezt a labdarúgásban megtartani? Aztán ugye erre jött még az, hogy egy 10 percre szóló kiállításnak az ötlete, ez pont ebből fakad, ebből a vitatkozásból, hogy a játékvezető, amikor szóval oda mennek hozzá, és akkor ilyen szörnyű gyomorszaggal elárasztják, akkor ott a leghangosabbat kiválasztja, és akkor ad neki egy kék lapot, ami egy 10 perces kiállítást von maga után. Aha, tehát hasonló, mint a kézilabdában, ott azt hiszem két percesek vannak, vagy a vízilabdában? Igen. Ott úgy van, hogy két percesek. Egy játékot... Az nem hülyeség. Egyébként nekem ez tetszik. Tehát 10 perces kiállítás, és a futballban tényleg nagyon komolyan számít az, hogy éppen 10 vagy 11 fővel vagy a pályán. És 10 perc alatt sok minden történhet. Tehát ott megzavarja egy picit a taktikát, meg minden, és nagyobb réseket nyit a pajzson az ellenfél számára, szerintem az jó tud lenni, de ugyanakkor meg nem követett el akkorát és annyit, hogy most a meccs végéig kiállíts. Nekem ez tetszik. Igen, hát most lassacskán a játékvezetők úgy fognak kinézni, mint egy ilyen írószer volt, mert ugye van náluk sárga lap, piros lap, kék lap, és már korábban bevezették azt, hogy fehér lapot is adhatnak, amikor egy játékos kiemelkedő sportszerű megmozdulást hajt végre. És akkor ez mire jó a fehér lap? Az gyűjtik valahol? Hát az olyan jó, olyan dicséretes, igen, ilyen fair play jellegű, aha, hogy a többieket is inspirálják arra, hogy ne legyenek prostók. Tehát, hogy ne rúgják le, sem magasságban az ember. Ez jó. Te igen, általában milyen eredménnyel, amikor összeülnek ott a FIFA-nál, milyen eredménnyel tudnak végigvinni egy ilyen újítási javaslatot? Tehát, hogy most a Buffontól kezdve a kék lapig milyen eséllyel? Ez hosszú idő kell, mert nyilvánvalóan körbejárják a témát, hogy milyen következménye lehet. Most a legfrissebb újítás az már hamarosan bevezetésre kerül, mégpedig az, hogy a játékvezetőt a mikrofonjával összekapcsolják a stadion hangos beszélőrendszerével, és a játékvezető megindokolhatja a döntését. Ez az amerikai futballban egész... nem így van? Ez teljesen így van, ez szóról-szóra így van. Aha, ez ott érdekes. Kippent egyet a derekán, és akkor mutatja, elmondja, hogy mi történt, ki volt a szabálytalan, támadó, védekező volt, mi a következmény, hány yardot kell visszamenni, és kész. Kikapcsolja, onnantól kezdve ehhez igazodik mindenki. És most ez van. Most ezt próbálják meg átvinni, egy korosztályos bajnokságokban szeretnék tesztelni, női bajnokságban szeretnék tesztelni, és azt nem engedik meg, hogy mondjuk a varszoba és a játékvezető közötti beszélgetést is kihangosítsák. Mert hát főleg a múltkori balhé miatt, gondolom. Jaj, ne is mondd meg. Te mit ítéltél már? Ja, ez a legfrissebb történet. Olaszországban zajlott egy bajnoki mérkőzés, a piros csapat szögletet rúgott a sárga csapat ellen. És a sárga csapatnak a védője kihozta a labdát a saját 16-osán belül, és a piros csapatnak az egyik játékosa fölrúgta a védő csapat játékosát. Eddig értitek? Igen. Igen, fölrúgta, a játékvezető pedig 11-est adott a piros csapat javára. Összekeverte a színeket. Igen, és mi lett ebből? Őrjöntek, hogy te meg vagy hibamba. Szerintem ez volt a leggyöngébb szólás, amit mondtak neked Olaszországban, hogy elég színes az a nyelvezet. És mondták neki, hogy te figyelj már, hát mi vagyunk a védők. Hát mi hogy kaphatnánk 11-est, amikor ellenünk követték el a szabálytalanságot. És akkor rászóltak a varszobából, hogy te ez tényleg elég nagy marhaság. Most képzeld el ezt, Olaszországban 30 ezer néző füle hallatára tárgyalja le a játékvezető meg a varszoba. Hát ott nincs vége a meccsnek. Én tökre értelek, abszolút értelek, amit mondasz, de hát azért lehet, hogy is vagyok kulturáltabb utalást is tenni a bírónak. Tehát én lennék a varszobában, akkor azt mondanám, hogy István, gyere légy szíves a monitorhoz, és nézd meg, és akkor hozd meg az ítéletedet. Tehát akkor én valami ilyesmit mondanék, nem az, hogy hülye vagy, te mit csinálsz? Hülye, normális vagy? Tehát, hogy... Hát ezt a játékosok mondták neki. Én értem, de hogy a varszobából, tehát nyilván lehet a kommunikációt úgy tenni kihangosítva, hogy az ne keltsen indulatokat és dühöt a tribünön. Ennek a verziónak a tesztje már zajlik egyébként Franciaországban, mert ott mikrofont akasztottak a játékvezetőkre. És azt a televízióban lehetett hallani, hogy hogyan kommunikált ő a játékosokkal. Nagyon nagy volt a rend.
Kicsit vitatkozt, ahol nagyon figyelmezettek voltak a fiúk. Hát pedig Franciaországban is elég vérbő futbolisták játszanak, mint ahogy a világban mindenhol. És lehetett hallani, hogy magyarázta a játékvezető, annak szólt, hogy menjen onnan. És ezek a fiúk meg hát egy kicsit ott hepciáskodtak, de tudták ők is jól, hogy a főnök az bele drótozva, úgyhogy ország világ hallja, hogy mit beszél, milyen igazolványt állít ki magáról, úgyhogy ez már nem az első dolog. Hát én egyébként azt bírnám, a játékosok is belennének mikrofonozva, mindegyik. Tehát ez a mit mondanak egymásnak, hogy küldik el a bírót az anyjába, hogy küldik el a saját kapusukat az anyjába, tehát hogy lenne még egy ilyen plusz színes izé, és akkor azt ilyen extra csatornán tudnád hallgatni, vagy egy jó hangmérnök alá keverni. Te választod ki, hogy melyik játékost hallgatod. Igen. Tehát, hogy hátul beszélgetnek a védők, hogy nézd meg a Ronaldo, hogy önzőzik, viszi előre a labdát. Ez megkavarná. Az a fülbe való milyen egy ócska gagyi futtatott aranya fülében, nem hagyjátok, már mindjárt kékül a füle, nem? Egyébként Németországban már volt egy ilyen kísérlet, hogy egy játékosra felszereltek egy kamerát, és akkor az ő mozgását is lehetett követni, nyilván ezt az internet előfizetőinek ajándékozták. Szóval itt a fejlődés megállíthatatlan, az, hogy meddig lehet ezzel menni, hát az most már ugye a rendőröknek ott a testkamerája, a világ szinte minden pontján lehet látni, hogy az eljárás folyamán milyen párbeszéd alakul ki, úgyhogy most már itt is követik ezt a trendet. Hát a leszabályról arról nem is beszélek. Na mi van a leszabályjal? Igen. Hát én abba belegabajodtam, és nagyon örültem, hogy kijöttem belőle, mert eddig számított még a cipőfűző is. Most Arsène Wenger kitalálta azt, hogy most már csak az egész alak legyen, ami döntő fontosságú. Kérlek szépen, ne vigyetek bele mélyebbe, mert ez nekem egy kicsit komplikált. Meg nyilvánvalóan jelentkeznek, hogy nálatok olyanok, akik járatosabbak ebben a témában, úgyhogy hát ez is egy elég zűrös ügy lesz. És most ott tart az egész, ugye azzal kezdtük, hogy a tömegjelenetek utáni lehiggadási idő az mennyire fontos. Hát már most, amikor ez a szabály nem érvényes, már így is eltart a 90 perces mérkőzés, a hivatalosan 90 perces mérkőzés eltart 100 percig, 110 percig. Igen, hát egyre hosszabb. Egyébként Gábor, mi általában az oka annak, amikor szabályt akarnak módosítani, tehát a nagy futball főnökök és specialisták szerint kevés a gól, vagy mi a probléma, ami miatt ez kell? Hogy a Buffon is azért akart kaput szélesíteni, hogy több gól legyen. Miért nem elég a gól a futballban? De. Én szerintem itt mindenkinek a jobbítás áll a szándékában. Hát jó ez, ahogy van, hát ezen nem kell változtatni. Ezt magyarázom, gyerekek, hát régen, hát hány éven keresztül nem volt videóbíró. Így van. Az más kérdés, hogy akkor a labdarúgás nem ekkora gazdasági vállalkozás volt, és nem ennyi millió dollárról meg euróról volt szó. De hát akkor is olyan nyugodtan ment az élet, hogy hát legfeljebb egy megye hármas meccsen fölpofozták a játékvezetőt, ez kész. Tehát nem volt az, hogy 10 percen keresztül nézegette a monitoron, ezt nézd meg. Ja, és közben jött a játékvezető fülére a zsongás, hogy te ott azt még, arra figyelj csak, mert ott lehet valami. Nem látom. Jó, akkor megmutatjuk. És mert így is egy hosszú időn keresztül zajlik ez a gitrágás, a nézők nem értenek semmit, ha vesztésre áll a csapatuk, idegesek, ha mondjuk győzelem lehetősége kínálkozik egy ítélet miatt, akkor azért idegesek, őrjünk mindenki. De Gábor, én azt mondom, hogy pont te mondtad ki a lényeget, hogy a VAR-ra valóban azért van ma már szükség, mert óriási pénzek múlhatnak egy rossz emberi döntésen. Tehát, hogy ezt a rizikót minél inkább minimalizálják, én megértem a VAR-t, és ne felejtsük el, és tényleg sajnálom szegény Kassai Viktort, de az a bizonyos Bayern meccs. Gondolom az ő fejéből sem egy kis soha, mint ahogy Rummenigge fejéből sem egy kis soha, és annak tétje volt, és erről nem Kassai Viktor tehetett, hanem nyilván ő egy olyan helyen állt, ahol ő ezt egyébként a legjobb tudása szerint megítélte. De a VAR valóban euró milliókról, sok-sok millióról tud helyesebben dönteni. Igen, csak itt a mellékhatása, mert ugye legutóbb, amikor beszélgettünk, a Laci fölhívta a spanyol bajnokival kapcsolatban ugye a figyelmet arra a reálos meccsre, ott meg pont nem az történt, amit a VAR mutatott, mert sugalmazták a játékvezetőnek, igen, hogy hát azt, látod? Igen, de mennyivel kínosabb volt, amíg nem volt VAR, a bíró hozott egy döntést, az a döntés egyébként rossz volt, legyen az egy 11-et, mitől gólhoz jutott, tök mindegy, majd később az összes világ összes sport tévéműsora kielemzi, kilassítja ezért, tehát ugyanazt csinálja, mint a VAR, és a szerencsétlen bíró van otthagyva egyedül, mint egy pancser. Akkor már sokkal jobb, hogy ez ott történik, egyrészt igazságosabb ítélet születik, és ez ott történik a pályán, és nem a bíró a hülye.
Szóval én a VAR-nak abszolút barátja vagyok, bocs. Amikor győztes csapattagja vagy, vagy szurkolója vagy, akkor azt mondod, hát ez egy jó ítélet volt. Amikor vesztesi, akkor meg azt mondod, hogy ezt az embert kiengedte ki az elmeosztályról. Jó, okay. Nem? De... Úgyhogy... Na, Gáborom. Szerintem jobb volt ez így, amíg tisztában volt. Úgyhogy, érdekes, de hát, hogy ez a kék kártya, meg majd, hogy a hempergési idő, hogy lesz elindítva, hát ezt én nem nagyon tudom elképzelni. Gábor, mindegy, majd valaki térjél magadhoz, egy hetünk van rá, jó? Igyekszem összeszedni magam. Rendben, köszönjük szépen, Orti Gábor! Sziasztok! Szia! Na, érdekes dolog. Uh-huh. Szóval én azt gondolom, hogy főleg egy hagyományos sportokhoz amennyire lehet nem nyúlnék. Ne, egyébként igen, ezt a kéklapot is én próbáltam megemészteni, amiket a Gábor mondott, hogy mire akarják használni. Na, ez például szerintem tök fölösleges. Egyébként igen. Jó reggelt, M3-as Pest felé 36-os kilométertől elesett, ez Zsú üzente. Igen, de ott nem baleset van, hanem ugye ez az általános torlódás, ami minden reggel. Valaki 11 ember helyett 10-10 játékost engedne a pályára, izgalmasabb lenne. Mm. És Ákos barátomnak Kiskunhalasra szeretnék kérni egy háját, mert úgy döntött, átigazol a konkurenciától. Patya Vadkertről, hát akkor Ákosnak... Hájjá! Isten hozott Ákos. A mai nap legjobb pillanatai következnek, izgalmas volt. Bizony, a Fenyő ügyről, a Fenyő gyilkosságról beszélgettünk, 26 évvel ezelőtt történt, ugye most született elsőfokú ítélet, és a nyomozó valaki dolgozott az ügyön, Kovács Lajossal beszélt. Fél 10 múlt 6 perccel. Hát itt Gábor témájához üzenik, hogy ha lett volna 1954-ben a döntőben, akkor mi vagyunk a világbajnokok. Puskás gólja 87. percben nem volt, lesz utána pedig kellett volna kapnunk egy 11-est. Nem értem a mondatot teljesen. Nem volt les, szerintem erre gondol. Nem, hát SZ. SZ. Aha. Angolosan írtam. Jó, akkor ez véletlenül les, uh-huh. Ugye? Szerintem igen. Ha legalább SCH-val írta volna, akkor németül olvasom. Les. De lesznek, nem tudom. Az a lengyelek írják SZ-vel a söt. Abszolút. Hát én azért nem nézek lengyel foci közvetítést, összezavar. Lesz. Tehát, na mi ez? Puskás gólja 87. percben nem volt les, utána pedig kellett volna kapnunk egy 11-est, a bíró visszavonta, és nem adta meg a büntetőt a Bayernes. Uh-huh. Ja, a Bayernes az aláírás. Uh-huh. Ja. Bonyolult vagy. Igen. De nagyjából értjük, és igazság nagyjából. Jó volt a mai adás, és mint mindig, és egyben szeretném megköszönni a befogadást a rajongói csoportnak. Tibi SK-ból üzente, valamint még egyszer az 54-es, csak hogyha valaki nem tudná, 1954 VB döntő Bern, Németország, Magyarország, és a németek nyertek. Mennyire? 3-2? Vagy valami nyertek. Ilyesmi. Nyertek a németek, így van. Pedig mi voltunk az abszolút favoritok, tehát ugye Puskásékkal. Ha lett volna 1954-ben, gondolom VAR, lehet, hogy világbajnok lett volna Magyarország. Hát akkor utoljára. Akkor volt utoljára esély erre. Na jó van, köszönjük szépen, jövünk a mai nap legjobb pillanataival. A Fenyőgyilkosság 26 évvel ezelőtt történt, most született elsőfokú ítélet, és ennek tükrében szerettük volna a sztorit sokkal jobban érteni. A nyugalmazott rendőrezredessel beszéltünk, aki dolgozott az ügyön Kovács Lajossal. Na van még. Kedves fejedelem, 1954-ben Bernben Magyarország NSK és nem Németország döntő volt, mivel akkoriban NDK és NSK volt. Cső M. Gyuri Zoli, aki még most is a történelmi NSK és NDK kifejezést használja. Zoli, igen. Ez így van. A hivatalos elnevezése valóban a németek úgy mondják. Úgy mondták akkor is, hogy Deutschland, nem az, hogy Bundesrepublik Deutschland. Mindegy is. Egyébként nem történelmi kifejezés az NSK és az NDK. Az NDK, mint állam nem létezik, és Németország, ami ma létezik, ugyanúgy NSK, tehát Német Szövetségi Köztársaság. Ez az ő hivatalos nevük. Tehát ha fontoskodunk, fontoskodjunk jól. Igen, M3-as 34-es kilométer, ott baleset van, Merci kontra kamion, ezt üzenik Anett, tehát ott nem valami, nem tudom, mit mondtál, hogy fácáreptetés, vagy nem tudom. Nem, hanem útfelújítási munkálatok miatt, de tehát igen. Munkavégzés folyik, de akkor köszönjük szépen az információt. Jó, sziasztok, a fény... Micsoda, fácáreptetés most jutott egyébként. Hát, úgy lassabban halad a munka. A Fenyő ügy szuper téma volt, de nekem a mai reggel legjobb pillanat Laci rovata volt, és ahogy Anettet az eljegyzési erdőbe betereltétek. Millió puszi Kriszti. Oh. Igen. Sziasztok, és szép lassan, amerre megyek, minden benzinkúton dolgozót sikerül megtérítenem. Ma Nagykátai kúton dolgozó lányok hallgatnak, kérhetnénk nekik egy háját. Puszilom őket, a zöldséges Zsolt. Hát akkor a Nagykátai
kúton dolgozó lányoknak egy... Hájjá! Ez egy ilyen welcome hájjá. Igen, és tisztelettel vala, tartalmas nap volt vala, Vacabiáról. Így. Izgalmas témák voltak, és főnök, csak gratulálni tudok a Fenyő ügyben feltett kérdéseidre. Profi volt, de a profi kifejezés az egész csapatra érvényes, és remélem reggel is lesz SCA-val. Bocskod, gyorsarú. Kösz. Na jó, mindenkinek nagyon köszönjük, tényleg izgalmas nap volt. Vágó Piros készülődik, tehát ő jön természetesen egy pár perc múlva. Mindenki maradjon vele, és ha valakinek van egy záró gondolata, mi a helyzet Vespa kontra Gyűrű tárgyaláson? Jól állok, egészen jól állok. De tudtad alkudni, vagy mi? Másik motort szeretne. Akkor nem biztos, hogy jól állsz. Bár a Vespa sem olcsó. Nem tudom, ki dobhatta be a Simpsont, te vagy ő. Érdekes. Na jó, oké, mindenkinek nagyon köszönjük, és találkozunk holnap reggel 6:08. Viszlát!